nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Köszönhetőség önkormányzatának rendkívüli nyílt ülésén. Köszöntöm vendégeinket, megállapítom, hogy a testület határozatképes. Jegyzőként, hitelesítőként szeretném felkérni a Gombás Jelmi urat és Pajos Lászlónét. Köszönöm, hogy a testület egyetért vele. Köszönöm szépen. Csak kiküldöz napirendi pontok előtt először is, mivel a testületen belül személyi változások történtek, egy kötelező feladat van, egy új képviselőtestületi tagunknak a testvétele, illetve érző azt, hogy most átadnám a szót ezzel kapcsolatban. Én is köszöntök mindenkit. Kocsis Marianna képviselő lemondott a képviselői mandátumáról. Az eljárás ebben az esetben az, hogy a 2019 évi önkormányzati választásokon elért eredmény alapján az egyéni listás képviselő jelöltek közül a sorrendben a legtöbb szavazatot elért jelölt lép a lemondott képviselő helyében. Ezt a helyi választási bizottság állapítja meg, hogy kijogosult a mandátumon betölteni. Múlt héten szerdán a bizottság összeült, megállapította, hogy Bíró József úr lesz, aki a képviselő mandátumon betölti. Ebben határozatot hozott, az jogerős lett, mert fellebbet és nem érkezett. Nem bízólevelet átadtuk Bíró úr részére, de ahhoz, hogy teljes jogú tagja legyen a testületnek, most esküt kell tennie. Megkérem a... Igen, közben kapok egy kis sugást, hogy a kiküldött anyagban látszik úgy is, hogy a sorban következő jelölt az Rónaháti Zsófia lett volna, de a Zsófia nem vállalta el, ez az írásos nyilatkozatot adott, ő nem szeretne képviselő lenni, ezért lesz ma Bíró József a testületben. Gondolom, hogy most már sátalunk az estütétel. Jó? Igen, megkérem a helyi választási bizottság elnökét, Gombosné Németh Tímeát, hogy mondja elő az esküszövetét. Én Bíró József. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz. És annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartom. Képviselői tisztségemből eredő feladataimat. Pócs megye fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Istenem, úgy segíjön. Nem kötelező. Én nem vagyok tovább, jó munkát kívánok. Köszönöm. Rövid adminisztráció, és akkor folytatjuk. Tehát akkor a kiküldött napi rendi pontokkal kapcsolatban kérdezem, hogy van-e valakinek részrevétele. Ha nincs, akkor kérem, hogy fogadjuk el a napi rendi pontokat, aki ezzel egyetért. A testület egyhangulan ezt elfogadta. Köszönöm. Az első napi rendi pontunk az önkormányzat szervezeti működési szabályzatáról szóló. Előtt ott van csak isten betűkkel. Tájékoztató lejárt határidejű határozat, akkor sikerült ezt a testületi tagoknak megnézni. Ha innen, akkor kérem, fogadjátok el, akit elfogadja az jelezzel. A testület ezt egyhangulag megtette, köszönöm szépen.
És akkor most megyünk át az egyes napirendi pontra, az önkormányzat szervezet és működési szabályzatára szóló rendeletének módosítása. Pontosan a személyiségbe adódóan szükséges ennek a meglépése, és ennek az első napirendi pontnak itt átadom a jelzőasszonynak a szót. Ugye a szervezet és működési szabályzatunk mondja meg azt, hogy egy képviselőtestületen belül hány bizottság működik, és ezek a bizottságok hány fővel látják el a feladatukat. A pénzügyi bizottságban az elmúlt hetekben több változás is történt. Összesen három tag mondott le a bizottsági mandátumáról. Ezért a helyükbe újakat kell választani ahhoz, hogy megfeleljünk az SMS és az MÖTV előírásainak. A kiküldött anyagban is látható, hogy a képviselőt a polgármester úr megkérdezte, kivállalja el a pénzügyi bizottságban a feladatot. Ugye van egy olyan szabály, hogy a bizottság tagjai több mint felének képviselőnek kell lenni. Ez azt jelenti, hogy ha két tagú bizottságot tartunk meg, akkor abból kötelezően négy képviselőnek kell közöttük lenni. Miután Bíró úr és Krisztina nem vállalták a pénzügyi bizottságban lévő munkát, ezáltal maradt két képviselő, aki tag lehet, Bajos László, Nagynéni és Özvér. A alpolgármester úr és polgármester úr a önkormányzati törvény alapján nem vállalhat bizottsági tagságot. Ennek megfelelően, mivel pénzügyi bizottságot kötelező létrehozni, ezért nem volt más jogi lehetőség, mint hogy a bizottsági tagságot, a tagok számát három főre csökkentse a képviselőtestület. Erről szól a kiküldött előterjesztés. Azt hiszem, hogy én mondhatom. Igen. Kérdezem a testület részéről, van-e valakinek valamilyen kérdése. Érzem, hogy most hát én is mondtam, dr. Szélevi Gábor jelezte, hogy egyéből elfoglaltságok miatt nem tud itt lenni. Ő e-mailben jelezte és kérdezte a jegyzőasszonyt, illetve az önkormányzat felé azt a kérdést, hogy ez a három fő tagú bizottság, ami majd létrejön, hogy ez mennyire lesz jó. Jegyzőasszony nem mondta, hogy a MÖTV alapján nem tudunk más tenni, ez alapján kell tovább lépnünk a pénzügyi és fejlesztési bizottságnak a működésébe. És ki a harmadik tag? Egy külsős tag. De hát a megnévőn van kettő, ugye van a Locsonci Zsuzsanna és van a Kökény Ákos. És ezekből lesz egy ember, akit én választok. És ez mikor jön? A következő napi rendi pontban a bizottságoknak a felállítása. Itt gyakorlatilag most ugye ezt a rendeletmódosítással kapcsolatos észrevételeket kell megtenni, ha nem tudom, van-e még valakinek, hanem akkor ugye a kiküldetteknek megfelelően ezt a fajta változtatást kérem, aki elfogadja, azt kérem jelezze. A testület egyhangulat, ugye ellen szavazat nincs, és nem is tartozott senki, tehát azt akkor egyhangulat elfogadta a testület. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pontunk. Fontosan ebből adódóan, hogy egy ilyen személyi változások történtek, a kettes napi rendi pontra térünk át. A bizottsági tagoknak a megválasztása, illetve nem megválasztása, hanem ugye felállítása. A jegyzőasszony ugye leírta és megküldte a testületi tagok számára, ugye a Népjóléti Bizottság tagjaként is be kell, hogy valaki lépjen a Kocsis Marian helyére. Itt kérdezném a bíró József urat egy éppenséggel, Krisztiánt, hogy valaki vállalja ezt a szerepet. Én szívesen vállalom, igen. Jó, tehát akkor köszönöm szépen a jelentkezést. Akkor gyakorlatilag ezt egy vagy külön-külön szavazzuk majd meg. Tényleg. Jó.
Tehát akkor az, hogy ezt le tudjuk zárni, akkor most ezt meg is szavazunk. Tehát, hogy a Népjóléti Bizottság képviselőtagságából, a képviselőtagságából akkor Magyar Krisztina fogja a Kocsis Marina helyét elfoglalni. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze. Testőr, jelen tartózkodott? Magamat igen, elfogadtam. Jó, akkor tehát akkor egy hangulat, köszönöm szépen. A testület ezt elfogadta. A következő ugye a település fejlesztési és pénzügyi bizottság, ugye teljesen megfordult minden. Gyakorlatilag adja magát, hogy két személy a testület részéről, a dr. Szent Olivier és Kajos László, amelyen lenne a két tag. Elnökként itt az Olivier személyét szeretném javasolni az ő részéről, és nem önkormányzati a képviselőként Losonci Zsuzsát, hiszen ő a költségvetésben és az államháztartási törvényekben jártas személy. Én így kívánom, és így kérem a pénzügyi bizottságnak a sajnos ilyen jelen felállását. Ezzel szeretnék akkor tovább dolgozni, és a testületet is erre kérem, hogy ezt a határozati javaslatot támogassa, ha csak nincs természetes hamarak önök hozzászólása. Bocsánat, akkor két tag, így két van. Képviselő és egy külső tag. Kész. Így van. Tehát a Érző asszony elmondta az előtérvével, tehát amit a önkormányzati törvény alapján sajnos más lehetőség nincs, ez alapján kellett lépni. Nekem csak annyi hozzáfűzésem van, hogy én bizonyára tartózkodni fogok azonoknál fogva, hogy ugye a múltkori asszobáni megállapodásunk az a levegőbe repült, ez természetesen polgármester úrnak jogszabályokat, a törvényekt a lehetősége volt. A jelen állás szerint is, tehát nem is reménykedhetünk abban, hogy mondjuk Kökény Ákos megmaradhat külső tagnak, úgyhogy én csak előre elmondom, hogy én ezért fogok tartózkodni. Köszönöm szépen. Valaki? Szintet tartózkodom. Köszönöm szépen. Akkor attól függetlenül hivatalosan is fölteszem szavazásra a kérdést, ugye, hogy akkor elnökként Szent Olivier, tagként Kajos Lászlóné és nem önkormányzati képviselő tagként Losonci Zsuzsanna a lenne a Településfejlesztési Bizottsági Tagságnak a tagjai, aki ezzel egyetért, kérem jelezze. Tartózkodott, négy igen, két tartózkodással, akkor ez elfogadásra került. Másnapi rendű pontunk az önkormányzat 2020 évi költségvetésének rendelt módosítása. Megkérném Simon Zsuzsa kolléganőnket, hogy mondja el, hogy miért szükséges és miért történik ez. A kiküldött anyagban az előterjesztésből látszik, hogy a pandémiás helyzet miatt nagy változások nem voltak az önkormányzat költségvetésében, illetve ami volt, az egyrészt a gépjárműadó elvonása, a másik pedig a kiegészítő támogatást kapott az önkormányzat a bevételi oldalon. Emiatt kellett módosítani, ugye ez az összes állami támogatást érintő, az kötelező előirányzat módosítás. A működési bevételeknél egyrészt ugye, mivel volt digitális oktatás volt, a 71-nehány gyerek helyett csak 2-3 vette igénybe az iskolai étkezést, úgyhogy az látható volt, hogy az étkezési térítési díjak összege az csökkenni fog. Ez miatt kellett, és ugyanez vonatkozik, tehát az óvodánál is ott nem olyan jelentős, ugye, de az iskolánál ott nagyon amivel kevesebb bevétellel számolhat. Átvett pénzeszközök közül a Vici utca lakosság fizetett be hozzájárulást az utca karbantartáshoz 275 ezer forintot. Azzal került még módosításra, és a finanszírozási bevételeknél pedig a tényleges pénzmaradvány elszámolása, ami plusz 2 millió forintot. A kiadási oldalon ugye az állami támogatásokhoz kapcsolódóan kapott bérkompenzációval ugye annyival nő meg a
bérkifizetést, ennek ugye a járulékait is figyelembe kell venni. A dologi kiadásoknál ott jelentősen csökkent a közüzemi díjak, konkrétan a közvilágításnál csináltak egy elszámolást, és az elmű, hát ugye 1.800.000 forintos összeget utalt nekünk vissza. Tehát amennyivel ugye az elszámolásban túlszámlázás történt, tehát azt vissza is kaptuk. Tehát a közvilágításnak a költségei azok jelentősen csökkentek. És megemeltük ugye a karbantartási előhiányzatokat, pontosan emiatt a 275.000 forint összeggel, amit befizettek a lakosok az út karbantartásra. A működés, egyéb működési célú kiadásoknál ugye ott a legjelentősebb, ugye, hogy döntött a képviselőtestület, hogy az idei rendezvények elmaradnak, ezért ugye a Propócs megye Kft.-nek rendezvényekre megállapított 4 millió forintját azt elvontuk, és az összes hatásaként a tartalék előirányzatunk az 6 millió forinttal nőtt. A beruházásoknál a megyeri fasornak emelni kellett az előirányzatát, a kiadási előirányzatát, ugye a terv módosítás miatt ez az 1.200.000 forint plusz száfa. A felhalmozási célú kiadásoknál pedig a közvilágítás korszerűsítésre, ugye azt a Propócs megye Kft.-n keresztül csináltuk meg, így az áfa vissza volt igényelhető, és kezelési költséget számolnak föl rá 34.000 forintot havonta, tehát ezzel az összeggel kellett megemelni az előirányzatát. Ennyi az összes, ami most az első fél évben a önkormányzat költségvetését érintette. Szeretném kérdezni, hogy a kolléganő által elmondott, hogy mennyire érthető, mennyire követhető számotokra. Igen. Igen? Akkor gyakorlatilag ugye itt szavazásra. Jó? Tehát akkor, ha nincsen egy év, akkor a rendelet módosításnak meg külön kérem, aki egyetért a költségvetés rendelet módosítása, akkor egyhangulag ezt a testület elfogadta. Négyes napi rendi pont, és itt megint szintén átadom a kolléganőnek a szót a 2020 évi költségvetés első félévi teljesítésére. Itt is az előterjesztésben próbáltam mindent a lehető legrészletesebben leírni. Látszik ugye, hogy a kiadások azok nagyon 34%-ra teljesültek, a bevételek 50%-ra. Ezt a képet ugye torzítja jelentős mértékben a beruházás. Ugye várni kellett nagyon sokáig a megyeri fasornak a tervmódosítás jóváhagyására, tehát ezért a beruházási kiadások nem teljesültek úgymond időarányosan, tehát egy beruházás azt nem lehet időarányosan tekinteni. Azt látszik, hogy a működési kiadások között is a home office-ok, a digitális oktatás, tehát jelentős közüzemi díj megtakarítása keletkezett az önkormányzatnak ebből a helyzetből. Ahogy látszik, az adóbevételek azok a fél évhez képest, most már a 3-4 éves tudom, hogy azok is viszonylag jól teljesültek. Én mindig is mondtam, és ezt továbbra is fenntartom, hogy sokkal jobban félek a következő évtől, mert ugyanis akkor fogjuk látni, Isten igazándiból, hogy a legfőképpen a vállalkozásokat mennyire érintette ez az egész pandémiás helyzet, hogy mennyire estek vissza a vállalkozásoknak a teljesítése. Tehát ez majd jövő májusi beadásnál. A lakosságot viszont még ez a most nagyon felfutó árban, hogy mit eredményez, ezt Isten igazándiból jövőre fogjuk látni. Tehát előre nyúlva a dologba,
Tehát, hogy a következő évtől jobban tartok. Tehát idén most a működési, ugye a beruházások azok egyértelműen láthatóak, a működési kiadásoknál ott azért jelentős megtakarítás keletkezett. Tehát nagyobb összeg a megtakarítás, mint amennyi mondjuk a térítési díjakból elmarad, mert ugye ahhoz is jelentős összeget rak hozzá az önkormányzat. Köszönöm. Elég sok normatíváról le kellett mondanunk, ami majd a 3/4 évesben mond ugye az étkezésekhez, amiket kapunk állami támogatásokat, de ezt következő testületülésen van, is itt lesz a 3/4 éves, úgyhogy... Köszönöm szépen. Kérdezem a testületet, hogy a kérdés teljesítéssel kapcsolatban van egy kérdésetek, ugye? Olyan kérdésem lenne, hogy a adótartozások behajtásával kapcsolatban tud-e valami számot mondani, például a tagjaihoz kapcsolódóan? Hát azt a kollega nem tud mondani, de ugye mivel hogy felfüggesztették a végrehajtásokat, ezért ez most elég torz képet mutatna. Tehát ugye nem lehetett, de ezt az adós kollega nő tudja megmondani. De egyébként az értelme nem lehetett végrehajtani egészen június elejéig. Amikor lehetett, akkor a vállalkozásoknál az inkasszót alkalmaztuk, és most lehet majd megint a jövedelemlecsétásokat, tehát most kezdjük el. De a tavalyihoz képest jóval kevesebb, tehát ugye nem tudtunk a fél évig végrehajtani, így majd most, majd év végén látszik, hogy pontos szám. Igen, ez mindig a beszámolóba bekerül, hogy mennyi volt ez a mi adóbehajtásunk, hogy köszönöm. Valakinek még? Ha nem, akkor ugye egy határozati javaslat született ezzel kapcsolatban, akkor ezt határozatban kérem a főtestület részére elfogadja az érezze. Köszönöm szépen, köszönöm Zsuzsinak a munkát. Csak ezt nem tudom megszokni, hogy közlántálatot kell olvasni. A következő napi rendi pontunk a 2021 évre történő adókoncepció kialakítása. Kiküldtünk egy hosszabb anyagot, és ugye levezettük benne, hogy milyen régóta nem történt adókoncepció, és próbált az önkormányzat folyamatosan úgy gazdálkodni, hogy erre ne kerüljön sor, de látva azt, hogy ez a vezéri sajnos ilyen vírusos helyzet, pandémiás helyzet, illetve a kormány által a jövő évi elvonásoknak a kivetítését látjuk. Mindenféleképpen egyfajta menekülő utat kell választani az önkormányzatnak, és ez nem egy népszerű dolog lesz, azért, hogy azt a fajta működési stabilitást meg tudja tartani, ami az elmúlt időszakban jellemző volt. Ez a általunk kiküldött anyag, ami ugye többfajta variációt tartalmaz, sajnos tényleg azt mondom, amit a Zsuzsi említett kolléganőnk említettem olyan rég, hogy ezek az elvonások bizony okozhatnak minden egyes önkormányzat életében elég komoly működési, mitöbbi szerintem nulla fejlesztési lehetőségek. Ha nem lesznek olyan kiírt pályázatok, ha nem lesznek olyan, mondjuk azt, hogy ötletek, amivel tovább tudjuk a pénzügyi erősségünket javítani, kondícióinkat javítani, akkor mindenféleképp ez a megoldás. Ezt lehet akkor nyugodtan és biztonsággal vállalni. Leírtunk többfajta variációt, mert ugye kérték a tisztelt képviselők, hogy ugye legyen többfajta variáció. Mi leülve a pénzügyesünkkel, jegyzőasszonnyal és az adósainkkal azt számoltuk és azt néztük, hogy mi lenne a legoptimálisabb a jövő évi költségvetés, illetve akár még a következő évek költségvetése számára is, amikor egy nagyobb mértékű adókivetés van, és azzal gyakorlatilag ugye mind a beszedés, és mind pedig a kiegészülés és a költségvetésnek a kiegészülése megtörténik, ami elvileg hiányként mutatkozik, de ugye ez nem hiány, hanem egyszerűen a működésben elmond pénzekről szól ez a történet, ami jövőben, illetve ebben az évben is megtörtént gépjárműadó, illetve jövőre lehet, hogy az iparüzési adó mértéke is ugye elvonásra kerül, ezt mindenki látja a sajtóból. Tehát
kiküldtük az anyagot, nem hiszem, hogy én, nekem ezt fel kell, nem most olvastam szóról-szóra, ha csak nem igényitek, vitára bocsátanám ezt a dolgot. Nem tudom, kinek az a kérdésem, hogy ezt azért egy pénzügyi bizottságon kellett volna vitára, ugye? Így van. Bocsátani, és annak a javaslatát kellene nekünk most itt tárgyalni, igaz? De mivel ez most előtte nem volt határozott képes, ezért gyakorlatilag behoztuk ide közvetlenül a testület felé, hiszen jövő hónap végéig el kell fogadnunk ezt ahhoz, hogy a jövői adókivetések el tudjanak indulni. Tehát többször végigfutottuk, többször átbeszéltük ezt a dolgot, nem véletlenül van többfajta pályázat is, pont a fizetőképesség és a behajthatóságunkat figyelembe véve próbáltuk kialakítani, abszolút hivatali tapasztalatok alapján, hogy mi az, ami elvárható és járható, és úgy gondoljuk, hogy beszedhető adómértét. Jó. Akkor nekem annyi lenne a hozzászólásom, hogy a három variáció közül, tehát most közül egy picit vegyíteném, tehát hogy amit én ajánlatosnak tartanék, akkor a kommunális adó 40%-os emelése lenne, az építményadó 20 és a telepadó viszont 25. Nagyon-nagyon sok olyan telep van például, hogy beépítetlen, gazdos, elhanyagolt, ki se járnak, tehát hogy hát, hogyha ez valami pici lendületet ad, hogy valami történjen belőle. Tehát, hogy a település, ahogy leírtuk egyébként. Igen, az gyakorlatilag ugye erre mondom ezt, hogy én nem zárkozom el, mert egy polgármester, illetve az önkormányzat, és utána utolsó a testületnek a munkáját egy kicsit segítőbb, hogyha nagyobb bevételi forrásokhoz jut. Itt azt a fajta mértéket próbáltuk megtalálni, hogy ugye azért nagyon sok olyan ingatlan telep van, főleg Surányi területén, amelyek azért nem hiszem, hogy már a hónapra beépülésre kerülnek, hogy olyan karbantartás fog történni, amit meg tudunk mi, mint önkormányzat tenni, hogy leírtátok, hogy akkor abból a pénzből az önkormányzat karban tarthatja azokat az elhanyagolt ingatlanokat, de hát magántulajdonban önkormányzat nem biztos, hogy sőt, egyáltalán nem mehet, és nem tehet semmit. Tehát ennyi. Én elvégben tudom támogatni ezt a 25%-os telekadó módosítást, kérdés, hogy a többi testületi tag részéről milyen elképzelések vannak. Igen, én úgy tudom, hogy a 25%-ra keletkezik, ahogy elmondtuk valóban, én is úgy gondolom, hogy magánterületre nem mehetünk fizetni, pedig jó lenne. Ellenben esetleg ez arra adhat forrást, hogy a behajtásokat tehát ugye eddig is az volt a probléma, hogy az adminisztráció nehézségek akadályozták meg azt, hogy ráhátékázunk esetleg büntetéseket a telekre, ami aztán előbb-utóbb odáig jut, hogy hozzájuthatunk ahhoz a telekhez. De mi, hogy szűk volt az adminisztrációs keresztmetszet, én úgy gondolom, hogy ha ezt az összeget arra fordítjuk, hogy az adminisztrációt megerősítsük, és azt mondjátok, hogy ez egy működőképes lehet, akkor én is támogatni tudom. Én azt gondolom, az adminisztrációval különösen nincsen gond, tehát ez is folyamatosan. Nem azt mondom, hogy hiba van vele, hanem túl van a terhelve, tehát valahogy meg kell oldani, hogy erre is jusson idő lehetőség ember. Jó. Nem tudom, hogy valakinek kérdése. Tehát ugye itt elhangzott a Krisztiánék részéről egy... Én kérdezem, hogy ha van hozzászólás, jelezzétek készletadásra, mert nem látom a... Bocsánat, meg nem illet valamit. Nem, akkor egyetértünk. Tehát gyakorlatilag, ha jól értem, akkor az egyes táblázat, egy egyes táblázat, ami olyan módon változó, hogy a kommunális adó 40%-kal, az építmény adó 20%-kal, és a telekadó 25%-kal, és a helyi iparűzési adó pedig ugye a másfélről 2%-a, tehát ott egy 33%-os emelkedés van. Tehát ez a javaslat jött a Krisztiánék részéről, hogy ezzel módosítsuk, hogy akkor ezt jól elmond, ez egy javaslat, így van. Én ezt el tudom ilyen módon fogadni, nem tudom, hogy ez az, hogy ebben van valami, ami nekünk jogi szempontból, vagy bármi módon kell? Igazából nincs. Én annyit jeleznék csak, hogy
amikor 2017-ben a külterületi telkek is elkezdtek adózni, akkor elég sok jelzést kaptunk lakosoktól, hogy ezt nem tartják jogosnak, hogy egy külterületi telek ugyanannyit adózik, mint akár egy belterületi. Ezáltal valószínűleg még több ilyen jellegű panaszt fogunk kapni, de ez csak egy jelzés, csak tájékoztatásképpen mondom. A testületnek szíve joga annyival emelni, amennyivel gondolja, de az a plusz bevétel növekmény, azt én is megerősítem polgári terület, hogy ezt nem tudjuk arra használni, hogy karban tartjuk az elhanyagolt változatot, hogy erre nincsen jogi lehetőségünk. Te is amikről laksz, Józsi, igaz? Hogy érdekel laksz. Tehát neked erről olyan véleményed? Hát az, hogy ugyanúgy a 4-ben, 3-ban, 2-ben, 1-ben rengeteg elhanyagolt telek van, ugye azzal a különbsége, hogy nálunk semmi nincs. Tehát igazából a víz és a csatorna nagyon jelzik, tehát a telkeknek az értéke, hogyha valaki sokalja a telekadó emelést és el akarja adni, akkor őnál számításba kell venni, hogy csatorna és víz nincsen egyelőre, vagy hosszú távon, vagy majd meglátjuk a 24. tervben. Tehát én továbbra is egyetértek azon, hogy emelni kell, mert sok az elhanyagolt gazdaság. Biztos, hogy meg kell találni annak a jogi lehetőségét, hogy ezeket felszólítással, mert ugye most nem csak parlagfű szezonban vannak szaros telkek, hanem egész évben 365 napon keresztül összkép jelleggel ezeket azért én úgy gondolom, hogy fel lehet szólítani a tulajdonosokat, és erre gondolom, hogy a 5% emelésbe egyetértünk, hogy intézkedésből, hogy menjenek ki az ügyvédi levelek, hasonlók, hogy hirbum-burbum, ilyen minimális karbantartás vagy fenntartás igényel fel kell lépni a tulajdonosok ellen. Jó. Egyébként egyet csatlakozok, amit az én ezzel azt mondom, hogy már haza értek elsősorban egyet, hogy ugye sokkal kisebb infrastruktúrális támogatottság van a Surányi területén, de hát ez meg a hivatal feladata lesz, hogy ezekkel a panaszokkal az adóérvelés mértékéből megküzdjön. De nem tudom, mert van-e más javaslat itt? Tehát mi mondtunk egy javaslatot, tehát... Ez részletekről érkezett is levélben, tehát befogadólag én azt mondom, hogy ezzel ilyen módon tudok az hasonlóan, amit kiküldtünk, ugye bizonyos mértékű variálásokat bele lehetett tenni. Ugye, ha megnézed a hármas táblázatot, is benne van már egy 25%-os emelés, tehát ez közel 1 millió forint plusz bevételt mutat az önkormányzat irányába. Én azt hiszem, hogy ilyen módon ezt lehet támogatni. Én az a kérdés, hogyha amit előbb elmondtam, a kommunális adó 40, építmény 20, telepadó, akkor a változtatási felvetése 25, és az iparűzési adó pedig 2%, akkor ez alapján, amennyiben a testület, most akkor egy kicsit előrefutva, ezt a mértéket támogatja, annak megfelelően fog az adó rendelet kidolgozása megtörténni. Tehát ha kell, akkor most azt tudom mondani, hogy akkor javaslatot teszek a módosítása, tehát az egyes táblázat módosításának megfelelően, akkor ez a változtatás legyen elfogadva, és gyakorlatilag ez alapján lesz a rendelet kidolgozása elkészítve, az így elfogadható. Azért tettem, bocsánat, csak fel a kérdés, hogy az legyen aztán, hogy megjelenik a kisbíróba majd a nevünk alatt, hogy mi voltunk azok, akik a 25%-ot, és már pedig, tehát kisebbségben vagyunk, tehát akkor ez egy picit közös döntés kell legyen. Most ezt mondtam el. Tehát ezt mondtam, hogy az egyes, táblázat módosítása történt meg ezzel a javaslattal a testület részéről. Ha ezt elfogadjuk, akkor egységesen van az elfogadás, ez teljesen természetes. Tehát az egyes táblázatot akkor módosítjuk, annyiban, hogy a telekadó 25%-os mértékben változik, akkor így a testület részéről, aki ezt a változtatást elfogadja, azt kéne jelezze,
azt akkor egy hangulat a testület elfogadja, és felkérem akkor meg a jegyzőasszonyt, hogy következő ilyen, amit beszéltünk november 20-a, 20-a testület ír, és addig ennek a rendelet módosítását kidolgozzák, és akkor természetesen a többi felsorolt táblázat az ilyen szinten törlődik is ezzel gyakorlatilag ezt a napi rendi pontot ilyen módon le tudjuk zárni. Elvesztettem a korolat, hogy akkor most gyakorlatilag még egyszer Randvegyi Tamás. Tehát a végleges előterjesztés az úgy fog szólni, hogy a kommunális adom 40%, tudok számokat is mondani ilyen módon, hogyha szükséges. Ne, elégesen a százalék van még. Tehát 40%-kal emelkedem a kommunális adó, építményadó 20. Építményadó 20. Szelekadó 20%. Szelekadó is 20. De 25, bocsánat, már csak azt olvasom, hogy ott a telekadó 25 énkérkel. És a helyiparizési 2 énkérkel. Jó, köszönöm szépen. Oké, akkor rendben, akkor ezt a napi rendi pontot ilyen módon akkor. Itt azért szeretném, hogyha tisztában tennénk, hogy az adóemelésre azért van szükség, mert az önkormányzat 10 éve nem emel adót. Na most azért az elég egyértelmű, hogy a postaköltségtől, ugye, ami az önkormányzatokra nem vonatkozik, rezsicsökkentés, tehát az összes működési kiadásunk igen nagyon jelentősen megemelkedett. Eddig ugye az önkormányzat, mivel véleményem szerint jól gazdálkodott, tudta finanszírozni a beruházásoknak az önrészét. Viszont ennek a végére ért az önkormányzat, tehát hogyha bármit fejleszteni akarunk, ahhoz önrész kell. Ezt az önkormányzat, mivel hogy nincsen felhalmozási bevétele, csak működési bevétele. 2018-ban adtunk el a régi művelődési házat, de semmiféle fajta egyéb felhalmozási bevétele nincs, tehát a működési bevételekből kell neki biztosítania a pályázati önrészeket. Tehát csak ennyi. 10 év alatt én úgy gondolom, hogy a működési költségek egy háztartásban is azért az érzékelhetően megnövekedett az összege. És hogyha előre akarunk lépni, akkor közösen kell a terheket viselni. Jó, köszönöm szépen. Nem másnak ehhez a rendi ponthoz, ha nincs hozzászólás, akkor ez bennáró, és átmegyünk, köszönöm. A hatos napi rendi pontra a 2019-24-re szóló gazdasági program, az önkormányzat gazdasági programja. Ugye ez a negyedben a pandémiás helyzet miatt ez eltolódott ennek a programnak a elfogadása. Hiszen a vészhelyzeti állapot alatt nem kívántuk és nem szerettünk volna ilyen döntést meghozni, és ezért most a település, tehát a bizottság, bocsánat, tehát a testület elé beterjesztjük azt az anyagot, ami a mi elképzeléseink szerint a realitások talaján áll, és persze az élet majd hoz mindenféle egyéb változást, hogy ezt a gazdasági programot tényleg úgy végig lehet elvinni, ahogy ezt leírtuk. Elég részletességgel a jegyzőasszony megírta és összeállította a gondolatainkat. Én kérdezem, hogy sikerült-e elolvasni és végigolvasni ezt az anyagot? Sikerült, elég általános egyébként. Természetesen csak olyan célok vannak benne, amikkel egyet lehet mélységesen érteni, de nagyon-nagyon általános, tehát azt, hogy hogy jutunk el A-ból B-be, ebből tétel abszolút nem terjesztik. Tehát azt nagyobb, azt tényleg kell a turizmust fejleszteni, hogy ide legyen kedve az embereknek, hogy pihenére kell állódni, csak hova, hogyan, mit csinálnak itt, hol. És gyakorlatilag az is nagyon, hogy igen, az infrastruktúrát is növelni, tehát remélem, hogy tényleg a bevételek majd úgy fognak alakulni, tehát valami fajta bevételt nyilván kell termelnünk a jövőben, ez egyértelmű, nem csak az állami támogatásból, normatívából, pályázati lehetőségekből áll össze, hanem mi magunk, amiről beszéltünk is, hogy meg mikorban is találkozom. Tehát, hogy az ügyben hogyan lehetne tovább lépni polgármesterről, ezt mindenképpen kérdezem, tehát egy érdemese tovább beszélünk, tovább fejleszteni, úgymond legalább papíron ezeket az elképzeléseket. Mindenféleképpen gondolom, hogy ez egy a
Tehát ugye ezt lehetett látni, most az ország területén mindenki sokszor mondták, hogy ezek a gazdasági programok szinte majdnem mindig ugyanarról szólnak, és egymástól veszik a gondolatokat és a szavakat az önkormányzatok, a mi költségvetésünk, a mi lehetőségeink, azok azt gondolom most csak az alapon tudnak egyenlőre gondolkodni. Most jönnek azok, hogy milyen befektetőt és milyen pályázati lehetőséget tudunk bevonzani. Én ezért mondtam azt, hogy kértem is a témit, hogy ez alapján állítsuk össze az anyagot, hiszen kicsit visszamenve a módba, 5 évvel ezelőtt volt Mosárlap az inkubátorház, amit most már PRK-nak hívunk, a fenntartási időszak. Az egy helyzet volt, lecsaptunk rá és működtünk. Nem tudom, hogy mit fognak kiírni, én folyamatosan megyek azután, hogy milyen pályázati lehetőségek, legalább csak a jellegét tudjuk, hogy mit tudunk lépni. Van egy igényállapot ebbe a gazdasági programba, ami turizmusfejlesztés, infrastruktúrális fejlesztés, akár még benne van, ugye le is írtuk a Leányfal és a településünk közötti hídnak a lehetősége is, mert erre mindegyikünknek megvan az igénye, hogy mit tudunk ebből kihajtani, és mit tudtok ti ebbe besegíteni, az meg ki fog derülni. Tehát én, akit most előre megmondja, hogy jövő ilyenkor mi fog történni, szerintem senki nem tudja. Ez egy törvény adta kötelezettség. Vannak lehetőségünk, hál' Istennek, tehát azért az önkormányzat, a település most olyan vagyoni elemekkel rendelkezik, amivel tudunk mit kezdeni. Gondolok itt a tó környezetére, gondolok itt még a forgalomképes öningatlanokat, amit előbb-utóbb szerintem el kell adni, mert fölöslegesnek tartjuk, mint a régióvodát is, egy rossz állapotú, nehezen kezelhető ingatlan megtartása, el kell adni, és ezeket bele kell ezekbe a fejlesztési célokba, pályázati előkészítés, tervek előkészítése, mind ahogy megvan a megvolt a Megyeri Fasornak, megvan a Narcisz, Almat és a Göncszigetének is a tervék. Egy ilyen tervcsomagot megint össze kell rakni, hogy tudjuk, hogy merre tudunk menni. Ezek szinte mindig bele fognak tudni integrálódni. Nem tudom sajnos megmondani, hogy nekem lenne a legkönnyebb dolgom, ha megmondanák azt, hogy jövő ilyenkor milyen pályázatok lesznek. Még a Magyar Falu Program is számomra kérdéses, hiszen ahogy ül az állam kasszája, egyre kevésbé fogják ezeket a 100%-os pályázatokat kiírni. 2023-tól indul az uniós pénzeknek a kiosztása, amikor már testben önállóan megy ezekért a pénzekért. Most ezeket kell megtudni, hogy ott milyen lehetőségeink vannak. Ugye a turizmusból fogom magam is azt mondom, hogy itt lett volna az Eurovelo, meghiúsul. Egyelőre legalábbis ezt tud. Ez látszik, majd Kábort megkérdezem, hogy hát valami frissebb információnak, ami nagyon meghatározó része lett volna a településnek, hiszen végighajtanak rajtunk az emberek, és ugye volt egy eredeti megállapodásunk, hogy a Pázsitó és környezeten megálló pontja lenne az Eurovelónak. Tehát ebbe sok mindent bele lehet tenni, és ennek az a lényege, hogy amikor van egy lehetőség, képviselő, polgármester, bárki kezdeményezheti, hogy ezek a pontok gazdasági programként kiegészüljenek, vagy egy teljesen önálló programként valami elinduljon. Tehát én nem hiszem, hogy ennél bővebb. A párhuzamosságról beszélek, tehát hogy ez egy dolog, hogy vessük, hogy milyen pályázatok jelennek meg, de azzal párhuzamosan, ahogy volt is, nem, ugye elkezdeményezés, bocsássán, Olivér, már köszönöm. Igen, azzal párhuzamosan azért lehetnének saját elképzelések is, mert lehet, hogy ahhoz is igazodik majd valami fajta lehetőség, vagy befektetés, vagy pedig pont egy olyan képpályázat, tehát hogy ne csak lessük, hanem picit dolgozunk elé, hogyha ide van mód és lehetőség, amiben nyilván nagyon szívesen részt veszünk mi is. Ezt próbálom. Mind a kettőtök előttétve Janival szeretném csak kiegészíteni, hogy ez a dokumentum, most előttünk van, én szerintem egy összefoglaló, ebben benne vannak a címszavak, benne vannak a célok, hogy azt milyen fajta, milyen módon és milyen fajtaképpen tudjuk megkölteni pályázat által, saját üzleti bevétel által, bárhogy. Tulajdonképpen szerintem ezért tudjuk itt, hogy ezt kitaláljuk, megtaláljuk, és hogyha ennek a bő anyagnak a fele háromnegyede megvalósul, én szerintem 25-re úgy látok föl, hogy jól dolgoztunk közösen. Ilyenő? Egyrészt abszolút jó is egyetértek, de kicsit visszatekintünk az elmúlt 10-hány évre.
akkor is hasonló gondokkal küzdöttünk, hogy nem tudtuk, hogy mi fog megvalósulni. De pont azért van egy polgármesteri ügyeletünk, hogy amikor egy olyan ötlet, mint például a híd lehetőség volt, ugye nem terveztük, hogy költségvetésben nem kalkuláltuk bele két évvel korábban, hogy majd a híd elkészítésnek a látványterve ennyi pénzbe fog kerülni, de amikor sanszot éreztünk rá, akkor leült a testület, megbeszéltük, hogy igen, ezt érdemes megcsinálni, lehet, hogy a fiúkba tesszük 5 évre, de egy olyan beruházás, ami aztán utána meg fiamat. És ugyanígy voltunk annak idején a termálvizes kérdéssel is, hogy az is nagyon sokan a fiókba elkészítettük, előre gondolkodtuk, és nagyon sokszor attól tartottunk, hogy majd azért húzzák el a vizes lepedőt rólunk, hogy mi a francnak kellett egy ilyen tervet elkészíteni, amikor úgyse fog megvalósulni. De hogyha így álltunk volna minden történethez, és most is ugyanez a történet, hogyha van valami ötlet, aminek nem tudjuk, hogy mire fogják kiírni a pályázatot, de azt mondjuk, hogy igen, ezt érdemes lenne jobban megcsinálni hozzá a tanulmánytervet, vagy egy látványtervet, vagy egy alapprojekttervet, akkor leül a testület, és akkor már megint előrébb léptünk egy kicsit, hogy pontosan az, hogy feltöltjük tartalommal a most elfogadásra kerülő. Hát lehetünk szerintem közösségi, nem a közszínképesre gondolok, tehát ilyen akár ilyen falu megmozdató közös kis létesítmények létrehozása. Tehát ugyanúgy, ahogy ajánlottuk, ugye, hogy volt itt ez, amit kérdeztünk, hogy lesz-e majd ugye Zsebra az étteremhez, ugye a kis, és akkor ugye megkaptam a fejtágítást, így van, hogy valóban az 5 millió forint, és még plusz ugye 2, ha jól tudom, ugye a munka, de hogy én a pályázatban olvastam azt például, hogy ugye ezt a fel lehet kérni ugye a település lakosságát, tehát önkéntes munkára, hogy csinálják. Szerintem ennek nagyon nagy sikere lenne, nem hiszem el egyébként, hogy nem jelentkeznének rengetegen. Tehát, hogy bizonyos dolgokból le lehet csípni, vagy közös munkával össze lehet hozni. Nagyobb értékkel is bír egyébként az emberek számára. Abszolút el tudom ezt fogadni, csak egyetlen dolog van ebben mindig. Tehát amikor... Ezek a kisebbek, persze nem tudom. Tudom, mondom, hogy ezeknek a kisebbek, csak tehát ugye mindig nekem azt mondom, kicsit a... ebben a filozófián, hogy is megtapasztaltam, hogy amikor ilyen össznépi megmozdulásból kell műszaki tartalommal rendelkező dolgokat ki megtenni, tehát itt akármilyen egy járó is műszaki tartalommal bír, bármilyen is értettem, akkor ki az, aki megfelelő módon tudja vállalni a felelősséget, hogy ott az munkavédelmi, tehát a kivitelezés során ne legyen sérülés és egyéb dolog, tehát ez egy kicsit nagyon nehéz dolog. Tehát, de amúgy mondjuk egy falültetés, vagy a kertépítés, vagy bármi, abban teljesen le tudok érteni, de ilyen, ahol olyan műszaki tartalom van, azt én nem merem bevállalni, mert ott valakinek ezt a fajta felelősséget tenni kell. Talán aminek emlékszik, a legvége volt, akkor az óvodát csináltuk. Tehát a kertben a talicskázás és a lapátláláson kívül nem engedtünk más. Nem lehet, mert ott, ahol áramot kell, ott, ahol víz, ahol gáz és egyéb van. Ezt csak azért mondom, hogy nem elfolytani akarom az emberekbe ezt a fajta vágyat, sőt, tehát ha ezt egy meg tudják úgy szervezni, akkor tegyék, csak én azért mondom, hogy amikor kírnak egy pályázat, de amikor van egy pályázat, és a pályázatnak jönnek az elszámolói rész, és nézik, és mérik, és csinálják, és mondhat, nem akarok egy emberre úgy hozzászólni, hogy ez így nem jó, de ő azt mondja, hogy pedig így jó, akkor ez egy ilyen nagyon feszültséget kell, tehát én magát a gondolatot teljesen tudom támogatni, csak amikor ilyen tényleg műszaki tartalommal rendelkező kivitelezés van, én azért szeretném megtartani azt, hogy tehát ezek a cégek csinálják. Úgy a pályázat is erősítette ezt, és nekem ez tetszett is. Tehát eleve is volt hírva, hogy előbb részesítik azokat a jelentkezőket, tehát nyilván önkormányzatokat, akiknél megvalósulhat az, hogy társadalmi munkában a lakosok részt vesznek ebben a munkában pont ebben. Tehát gondolom, azt nem véletlen értek bele, és ennek van is értelme. Van rá, szóval a térkületre, tehát meg lehet nyilvánulni, hogy azért ott legyen egy hozzáértő szakember, aki... De én ezt felvallottam, tehát okay. Ez is nem jó. Na jó, ez egy példa. Jó. Gazdasági programhoz van még kérdés valakinek, hogy javaslat. Ha nem, akkor igen. Én magát a hidat egy kis rufinak tartom. Mert előbb-utóbb az ember előtt úgyis végigveri a korbán, tehát erre minden szándéka megvan.
és furcsa dolog lenne, ha mi betartanánk mondjuk Szigetmunoskornak azzal, hogy itt van egy híd, jön a biciklis és elmegy arra, őket kihagyja. Tehát a híd kérdést az boxolja be szerintem Monostól Szentendrével és a kormánya. Itt szerintem most, hogyha itt kimennénk, hol tudnánk megmondani, hogy hova lehet a hídlábát helyezni? Akkor mondom, hogy ha megengedem. Tehát a jönnek talán egyetlen rossz kifejezést használt, hogy nem látványterv, hanem hídkijelő tanulmányunk van. Tehát a hídkijelő tanulmányterv pontosan megmutatja, hogy hol van a hídláb, amire mindkét önkormányzat, Lányfal és Pocsmegyer is azt mondta, vagy mindkét község önkormányzat azt mondta, és testülete elfogadta, hogy a hídkijelő tanulmányterv alapján itt a rév, illetve Lányfalon ott a volt cukrászüzem nevégett pontján alkalmas fogadó pontja van a Dunának, áramlástalanítól kezdve minden egyebét, hogy ott oda beérkezzen a híd lehetősége. Ebben egyetértek, hogy én nem akarom Szigetmonostól szájából kiénekelni a sajtot, és ezt mindig is elmondtam. Tehát én nem akarom azt, mint önkormányzat, hogy elvegyünk azt a lehetőséget, hogy az Eurovelo mondjuk befusson Szentendre akármelyik pontjára, már nem is akarom megmondani, hogy most hatáselőre. Én azt mondtam, hogy lehetőség van rá, hogy esetlegesen a elég korszerűtlen keresztirányú hajózást ki lehessen váltani, és azt mondtam, hogy ha ezt, erre van egy 1-2% esélyünk, és erre megvan mindkét önkormányzatnak a hajlandóság, hogy plusz költségek nélkül valamilyen akár közvetlen uniós támogatás, vagy akár állami támogatásban ez megvalósuljon, akkor miért ne tennénk meg? Most az van, hogy ennek az anyagnak egy CD-jét már beadtuk, és ezzel foglalkoznak, mert gyakorlatilag keresik a megoldást a Szentendre, és tegyük fel most, hogy politikailag ott megkötik hosszú ideig ezt a történetet, akkor miért ne jelentkezzünk mi be erre a történetre? Tehát én nem vettem el, és nem nyúlok bele senkinek a lehetőségeire. Én önálló gondolatként, Pölcsmegyer község önkormányzataként jelentkeztünk, hogy lenne itt egy igény, ami turisztikailag, gazdaságilag, oktatás minden szinten le lehet valamilyen módon modellezni, hogy ez miért lehet jó a mindkét településnek. Én azt gondolom, hogy ez nem kér már innentől kezdve kenyeret, ehhez tényleg a nagy politikusok kellenek, mi kicsik vagyunk. Megközelítek egy 2 milliárdos beruházásról beszélünk, ezt mondom annak tapasztalatából, hogy Kisavasziba, hogy a polgármesterről szoktam beszélni, ők tudják, hogy ott körülbelül mibe kerül, ne egy ilyen hídnak a lehetősége. Tehát én ehhez ragaszkodnék, amennyire lehet, főleg úgy, hogyha ez az önkormányzatnak közvetlen költségeket nem jelent. Meg lehet próbálni, tehát én azt mondom, hogy ezen menjünk tovább, és én, bocsánat, én azt mondom, hogy ez én nyitni is fogom, mert is fogom, ahol csak lehet, mert ha ez megjönne, ez nagyon sokat segített. Tehát azért tudjátok, hogy mennyi probléma van a régyben. Egyre kevésbé lehet hajóvezetőket találni. Most az a szerencsém, hogy olyan hajóvezető jött, van itt, akik mondjuk Budapesten, hogy ezekre a városcirkáló hajókon nem kapnak munkát, mert nincs most munka. De a technika gyenge, 1963-as motorral, nem tudom hány 60-as évekbeli hajóteste, tehát előbb-utóbb ez az egész rendszer ilyen módon így nem fog tudni működni, és nem mindenkinek lesz autója, és nem mindenki tudja elhagyni a szigetet, csak ezzel a megoldással. Lehet buszajában gondolkodni, hogy fölmegyünk esetlegesen tanított folyó, hogy lemegy majd a pásztoréri, de ez még mindig nem megoldás. Tehát, hogyha ezt esetleg legalább a volán járatig el lehetne közvetlenül jutni, én azt gondolom, hogy van lehetőség, de természetesen elfogadom a véleményedet. Elvileg igazad van, az időzítésem nem értek egyet, mert most, hogyha itt adókat emelünk, és azt mondjuk, hogy ezzel akarunk foglalkozni, kvázi várjuk az államtól 2 milliárdot, vagy akármennyit, akkor is a községnek valamennyi pénzébe bele fog kerülni ezzel a híddal kapcsolatos bármilyen előmunkálat. A másik, az műszaki jellegű dolog, a Szentendrei Lakossági Fórumon volt a híddal kapcsolatos megbeszélés, ott szépen fölvezették, ugye, hogy a Duna vízmagasságához képest milyen magasan kell lenni a járófelületnek, hogy a hajó
forgalom alatta megvalósulhasson, és gyakorlatilag nagyon szép látványterveket készítettek, több variációba is, viszont jól nézett ki kivetítve, és utána kiderült, hogy a levezetéssel irtózatos gondok vannak. Mert ha az a magasság bejön ide a kunknál, akkor lépcsőt kell csinálni a bicikliseknek, aminek nem fognak örülni, illetve a másik az az volt, hogy egy spiráltervet kellett csinálni, és a harmadik pedig az volt, hogy a sokat emlegetett mobilgát kiszolgálásához nem lesz meg a megfelelő magassága a híd alatt. Tehát tulajdonképpen a híd helyeknek a vitáját kapcsán fölmerültek ilyen jellegű dolgok is, és én is itt azt látom, hogy nem láttam még gyönyörűséges látványterveket, de nem tudom, hogy lehet itt levezetni a forgalmat abból az adott magasságból az utca szintjén. Szívesen mutatom, és odaadom ezt a tanulmányt. Köszönöm. Meg lehessen látni, tehát gyakorlatilag pontosan az van, amit te mondtál, egy megemelt felhajtó rész lenne, egy 80 méter hosszú, vagy olyan része most így hirtelen, ami megfelelő hajlát, tehát szögben föl tudnak rajta menni a kerékpárosok, mint az ugye akadálymentesítés kapcsán ugye azok a kerekesszékesek is föl tudnak menni, ez ki van találva, ugye, hogy látni, tehát gyakorlatilag a két ponton jobbra-balra egy levezető rámpa lenne, ami alapján meg tudják tartani azt a hajózási magasságot, amikor még egyáltalán hajózható a hiba. Tehát Budapestről jól emlékszem 8 méter után, a hullámra és meg egyedek után nem engedik a hajózhatóságot, csak is a katasztrófa védelem, tehát nagy hajók, illetve turisztikai hajók se értnek már akkor ebbe a Dunahágyba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt úgyis a vízügyi szakemberek, illetve ha eljutunk oda, akkor az összes hatóság ezt fogja vizsgálni. Én, de köszönöm a véleményt, és szívesen átadom ezt a rajzot, elmutatom neked, hogy nézzük. Jó. Én csak annyit, hogy habár semmi közünk Szentendrényhez, tehát nem az ő bajaival kell foglalkozunk, de én ott voltam azon az utolsó tárgyalásnál, ahol már majdnem végre megvalósulás előtti pillanatban volt, ahol mindenki egyetértett mindennel, mindenkinek minden elfogadható volt, és az a lehajtó, az nem egy lehajtó volt, hanem kettő úgy megoldva, hogy még egy elektromos busz is át tudott volna közlekedni rajta, és még ahhoz is hozzájárultak. Én ezért haragszom nagyon a Szentendrejétre, hogy megvétózták ezt a hidat. Nem azért, mert ezen nem örülök neki, hogy most nekünk sanszunk nyílt, hanem az egy olyan lehetőség lett volna, hogyha a kormány egy pici pénzt mögé tesz, és megcsinál egy buszjáratot, egy elektromos buszjáratot, csak Tahitót falutól Szentendre busz megállói, hány embernek oldották volna meg a napi beközlekedését? És zokszó nélkül le tudott volna hajtani megfelelő rámpán északirányba is, délről meg fel tudott volna hajtani rá a kerékpáros is, meg az elektromos busz is, a terve így készült el. Megvitózták, hány embernek az életét nehezítették meg. De ne Szentendrével törődjünk, ahogy a Miki elmondta, megnézheted a terveket, ezeket, amit elmondtál, azok a tervek mind tartalmazzák, és gondolkodtak, hogy a szakemberek, nem mi találtuk, hanem szakemberek, és ez már egy meglévő történet, már csak fejleszteni kell, ha zöld lesz egy lámpa, ami ezt lehetővé teszi. Jó. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, akkor én tanulok én egy pontot itt be is zárnám, hogyha fel is akkor tovább megyünk a hetes... Ja, még szabadra. Ó, persze, nem, hogy annyit beszéltünk, igen. Tehát gyakorlatilag akkor kérem a gazdasági programnak az elfogadását, aki egyetért vele, kérem jelezze. Egyetlen négy idő tartózkodott, sokkal könnyebbé kiszámoljuk, tehát a munkának nagyon. Bocsánat. Jó. Azt mondja, hogy 7-es napi rendi pont a szociális célú fizika támogatás helyi szabályról szól rendes elfogadása. Minden évben próbálom kérni ezzel a lehetőséggel, hogy pályázatot nyújtunk be a szociális fizika támogatása. Ez most is megtörtént. El tudod mondani akkor ezzel kapcsolatosan, ami 132 köbméterre, jól emlékszem, adtuk be az igényünket, abból 90-et ítéltek meg nekünk. Az elbírálást azt mindig a Népjóléti Bizottságra szokta bízni a testület, ezt idén is így javasoljuk, hogy így legyen. A
jogosultságot, ezt részben a pályázati kiírás mondja meg, hogy kik azok, akik elsősorban jogosultak a szociális tarifára. Ők ugye fel vannak sorolva a rendeletben. Ehhez képest mi még kiegészítettük a korábbi évek tapasztalata alapján, hogy kik azok még a településen, akik igazán rászorulóak, így lett már fogalmazva a rendelet. A kiosztható mennyiség az ugyanúgy, mint tavaly, legkevesebb fél körméter, de maximum 5. És akkor, hát azt gondolom, hogy tulajdonképpen ennyi. Igen, tavalyhoz képest nem változott, csak egyetlen egy pontban, hogy kisfolyó vagy gondosság alá helyezett nagykorú gyermekét egyedül nevelő szülő is kérhetik. Ezzel változott. És ez szállítás, helyi szállítás? Ezt az önkormányzat vállal, sajnos ugye, amiről nem szólott fel ma, hogy az elvészet, tehát amit az állam kiutal és megkapunk fel magának az ide szállítását is az önkormányzatnak gondoskodni, ez közel ugye majdnem 1 millió forint volt. Tehát adtam is meg, nem is el is vettem meg. Egyet tettünk, mint Mátyás Király című kis mesében, tehát nekünk ugye benne van az, hogy a mi fizikai állományunk a meghozott bizottsági döntések alapján kiszállítják a fát, ez minden évben így történik. És mi életében? Ölfa. Tehát a normál 99 centi durván méteres fák, és ami mindenkinek magának kell sajnos fölvenni, ez már nekünk nem megy. Tehát fölrakják a tudatára, kiviszik, lerakják, és utána az adott érintett embernek kell segítséget kérni a fölvágásra, hasogatásra. Nem tudunk sajnos hasított fát kérni. Tehát ez az emlészet kérdés. Ez évek óta nem volt probléma. Jó, csak tavaly volt csak ilyen jelzés, Suhányból 80 éves nénike megkapta, mit csináljon vele. Szerencsére munkanélküli volt, és jó indulatú a szomszédja, így meg tudta oldani, de azért nem lehet egy rendszert építeni. Jó, a fiúk megkérdezik, amikor kiszállítják a fát, hogy van-e valami segítség, kell-e segítség, és volt, hogy segítettek a fiúk felvenni a fát. Minden tovább. Voltak azért csak rövid megjegyzés ezek, ha csak voltak problémák, amikor az erdészettől 6 méteres, 60 centi átmérő fákat kaptunk, hogy gyakorlatilag mozdítani nem lehetett. Tehát, tehát ennek még bizonyos apró darabjait látszanak, borzasztó. Tehát vannak azért nehézség, tehát igazán a 20-tól lefelelő átmérőjű, 20 centitől lefelelő átmérőjű fákkal lehet mit kezdeni normálisan, tehát azt még kezelhető a lakosság számára és a mi részünkről is, mert azért ez a közel 100 mázsa fa fölpakolása és lepakolása a kézi erővel leányálom ilyen szinten. Jó, nos, rendelet. Akkor ez a tűzifa rendelet milyen elfogadható a testület számára. Ha igen, akkor jelezzétek, az egy hangulat, ezt megtörtént. Köszönöm. A 8-as napi rendi pont a Hunyadi utcai ingatlan értékesítése, tehát a Kollenféle ház, illetve hasznosítási pályázat fölvetődött, illetve a Rópa utcai ingatlan is, fölvetődött ugye az a kérdés, hogy nem csak eladás, hanem esetleg valami hasznosítás is legyen, a lehetőség is meglegyen ennek az ingatlannak. Jegyző asszony egy ilyen kis anyagot összeállított, kiküldésre került, sikerült elolvasnatok, láttatok, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. Ugye ami fontos itt, bocsánat, amit bárki mond valamit is, hogy ugye az a kérdés, hogy egy határozott vagy határozatlan idejű lehetőséget biztosítsunk az ingatlan hasznosítására, de természetesen mellette ugye megvan a hirdetve, és többen már megnézték az ingatlan vételi lehetőséget is ennél az épületnél. Igen, nem tudok ilyen. Nem, csak kérdésem, hogy kikötjük el, hogy külképileg nem változhat. Tessék? Kikötjük el külképi megváltoztatlanság. Hát persze, természetesen. Tehát az csak, ha bármilyen változtatása lenne, az önkormányzati engedély kell lenne. Tehát falu képileg. Ja, persze, természetesen. Igen. Építeni. Igen.
hogy az a határozatlan időnek két évre határozatlan időre ez lehetne 5 plusz 5 év, tehát mert az nyom követhető, áttekinthető esetben. Javaslatként. Én is javaslatként, hogy van erről vélemény. És valami helytörténeti gyűjtemény kialakításához pályázatot nem tudunk kitalálni? Hát én ki tudom találni, csak írják ki. Tehát ugye itt az a mond, hogy ezek a magyar falu programban még nem láttunk ilyet. Ilyen lehetőséget. Maga különben, ami kicsit gond, hogy vizesedik az épület, tehát hogy olyan anyagok kerülnek be, tehát kvázi egy talajpára mindenféleképpen, nem is a talaj, inkább az oldalfalakról elő pára megjelenik, folyamatosan szellőztetni kell. Annak ellenére, hogy benne a bent a fűtés, bent a minden év. Azt tapasztaltuk, hogy ez az épület a csatornázásnál volt fontos, és használta annak idején a mérnök szervezet az épületet. Még az Ani néni ugye egy-két esküvőt ott megtartott. Egy-kettő, tehát most azt tapasztaljuk, hogy ugye költséget azért termel, nyugdíjasok szokták ugye kibérelni, nem kibérelni vagyunk át nekik, amikor kisebb ilyen rendezvények vannak. Mi úgy gondoltuk, hogy egy további lépési lehetőség lenne, ha el tudjuk adni, de felvetődött a Krisztinának részéről, hogy akár még egy ilyenfajta hasznosítás is legyen, erre lett összeállítva az anyag. Mi két évben gondolkodtunk, hogy esetlegesen, de 5 plusz 5 év is lehet, ez az a kérdés, hogy milyen döntést hoz a testület. Mondom, mellette ugye az volt, hogy amennyiben jelentkezik a jog, akkor természetesen el lehet ezt az épületet adni. Vagy pedig aki bírja, annak legyen elővásárlási jog lehetősége majd. Jó, hát csak azon a megjegyzésen, hogy tényleg látva a múltbéli kiállításokat, tehát a első világháborúst és Tócs megye gazdálkodásának történetével kapcsolatos dolgokat, hihetetlen mennyiségű anyag van összegyűjtve egy különböző helyeken, és főleg a csengőjéknél, csengőcsengőnél, és másoknál is, hogy ezeket kár lenne elveszni, hagyni, tehát valamilyen lehetőséget előbb-utóbb kellene találni egy állandó jellegű mentési helyre, mert ahogy halnak az öregek, úgy vesznek el a tárgyak is. Teljesen egyetértek, hogy gondolkodunk és keressük a jó megoldást és a pályázatot is. Bízom benne, hogy ha Lányfalu kapott most egy elég komoly összeget a Ravasz László hanem a kiállításra, tehát egy ilyen a Kleinmillát fogják megcsinálni. Ezzel az anyaggal kapcsolatban talán tudunk mi is. Itt kértem egy kis segítséget, ugye Lányfalu most ugye több olyan politikus lakik, aki érzékenyen kötődik a mi településünkhöz. Tehát, hogy ezt a fajta csomagot valamilyen módon megkapjuk mi is. Tehát is köszönöm a gondolatot, tehát igen, ezt szeretnénk, és az Andrásnak a munkája, illetve akik ebbe dolgoztak, ezt a méltó helyre kéne tenni, ezt ebbe teljesen mit értek. Köszönöm. Jó, tehát akkor itt elhangzott egy javaslat esetlegesen az 5 plusz 5 évre. Nem tudom, hogy ez az, hogy ezzel kapcsolatban nekünk kellene valami jogszabályra odafigyelnünk a bérbeadást, de nem hiszem, hogy van olyan, ami... Hát most ezt így fejből, nem tudom, a rendeletünket kellene megnézni, nem hiszem, hogy van benne valami, ami ezt akadályozná. Igen, kérdés, hogy akkor majd egy olyan szerződés kell, ami mindkét felet levírna. 10 év vagy 20 év. 10 év alatt ezt karban is kell tartani az épületet, amivel most is tudjuk, hogy... Hát igen, csak a Krisztának jobban van igazán, hogy két évig, ha kiveszek valamit, akkor nem fogok én gondos gazdáként vele törődnem, hanem letelik a két év, és gyakorlatilag kiköltözöm belőle, tehát nem lehet a gondos gazdát elvárni tőle. Akkor gondolom, hogy ebben egyébként valamelyik igazad van,
de azt is figyelembe kell venni a másik kitételt, hogy kivehetem 5 visszatérre is, de hogyha közben olyan érkezik, aki szeretné megvásárolni, akkor nyilván ez adásra kerül, tehát ez benne van a leírásban, a kiírásban. Itt a gazda gondossága, az én szerintem a hozzáállásában múlik tekintettel arra, hogyha egy kvázi luxusdíjat veszem ezt ki, akkor az legyen akár 4, akár 10, akár 20, akár 30 év, ez mindig benne lesz a papírban. Igen, csak a 2 év az a rövidsége is olyan, hogy tervezni sem. Én abszolút egyébként nem tudom tervezni ezt az 5 évet, csak más indokolások, tehát mi volt a indokolások. Igen, ezért egy javaslat, igen. Jó, hát. Ott van a harmadik lehetőség, a határozatlan idő, igen. Aminek lehet egy hosszabb felmondási időt hagyni, hogy mindkét fél fel tudjon készülni. Az 5 plusz az, hogy előtt el is tiasztatja. Én azt javaslom, hogy a határozatlan vegyük elő, és utána amennyiben jelentkező van, akkor egy tárgyalásos formában ugye ebben már tovább lehet, hogy mi az a minimum idő, ami mindenféleképp kell, és azt a testület elé hozzuk. Jó, hogyha ez így benne lenne, ez tetszik, ez a mondat második fele is, tehát hogy akkor a leendő bérlővel egyfajta megbeszélés a pontosítása ennek a felosztásnak. És akkor a határozatlan van előrevéve, és kész egy megbeszélés. Így van, és az a megállapodásban. Jelő? Abszolút egyetértek ezzel én is. Tisztában azért értek egyet, mert hogy egy komoly projekt valósult meg, annak minimum egy, másfél, de inkább 2 év a felfutási idő, ameddig egyáltalán vettem a köztudatba és elkezdtük itt termelni, tehát ezért az 5 év jobb, de így a legjobb, hogy a szakmai közösségét megtaláltuk, hogy ha egy olyan jelentkező projekt jön rá, testület elé kerül, a testület el tudja dönteni, hogy igen, hisz benne, bízik benne lehetőséget lát, és akkor megadhatjuk a hosszabb fix életi időszakot is. Szerintem ez pont jó. Akkor ezzel a módosítással, hogy amit most itt elmondtunk, akkor ez így a testület számára elfogadható? Jó, akkor kérne majd ebből azt mondta, hogy akkor ennek módosításával majd akkor ezt megveszünk és megvédjük a kliensát. Köszönöm. 9-es napi rend. Mit jól mondja, mit vettem ki belőle? Jó, én ezt mint 3 határozati javaslatom, tehát egy van a hasznosítási pályázatról, egy az eladásról, tehát akkor most ezek szerint párhuzamosan hirdetjük eladásra is. Így van, így van. Az eladásról külön kell szavazni, jó? És a Róka utcai ingatlanról is külön kell szavazni. Akkor most ott a kezed a papírra, én tekergetem ezt a létezetet, ha egyszer, és akkor kérdezem még egyszer, hogy ne kövessünk el ezt a megtanulságot, akkor az első, az a hasznosítás, amit már megszavaztunk, az értékesítés a következő. A következő, hogy amennyiben viszont jelentkezik, akkor értékesíthetjük az épületet, tehát a meghirdetett és értékbecsült módon, ez ugye ez a legfontosabb, úgyhogy ezzel egyetértetek. És akkor tartózkodtál? Igen, és akkor bíró úr tartózkodott, és a harmadik pedig a főszám. Az a Róka utca, amit már hirdetőnk már ennek a hirdetésnek a szolgáltatóan a meghosszabbítása. Mindig fix határidőt szabunk ahhoz, hogy utána testület elé lehessen menni az esetleges jelentkezés. Ja. Akkor ez lenne még a hajgat értetek arról, akkor ez egy hangban jó, akkor meg van mind a 3, ugye? Igen. Köszönöm a megtanulmányt. Akkor most jön a önkormányzati tulajdonú út ingatlan, az önkormányzati tulajdonú ingatlan közután minősítése. Jött egy kérdelem, hogy a tényleg a településnek a szélős kertek részében, amely ott van a páncélkanyar magasságában, Tavigott falu felé, egyre többen szeretnének ott lakcímet létesíteni. Ahhoz, hogy lakcímet tudjon valaki létesíteni, az ugye előfeltétel, hogy utcaházszámot kapjon. Ennek során tapasztaltuk azt, hogy tulajdonképpen ott vannak olyan
utak, amik ugye a gyakorlatban a használatban utcaként vannak használva, de a földhivatali nyilvántartásban pedig nem közútként szerepelnek, hanem kivett kérek, azt hiszem, az a minősítése. Úgyhogy ahhoz, hogy ezek az emberek ott lakcímet tudjanak létesíteni, ehhez szükséges ez a földhivatali átvezetés. Először az átvezetés, mert hogy elnevezni csak közterületet lehet. Tehát az első lépés az, hogy átvezetjük, akkor közterület lesz, utána akkor már el lehet nevezni, és akkor már be lehet majd azokra az utakra is jelentkezni. Kérdezem, hogy egyértető volt, amit a mezőasszonyosági felvezetett, akkor kérdezem, hogy akkor ez az előterjesztés milyen elfogadható a testület számára. Ha igen, akkor ezt egyhangulat elfogadta, és köszönöm a segítséget ebben. A 10-es napi rendi pontunk a háziorvosi feladatellátás szerződés módosítása. Egy elég terjedelmes anyagot küldtünk ki ezzel kapcsolatban. Mindenki látja, hogy az előzményeket, illetve az, amilyen előkészület megállapodást tervezett van itt a Gyuri doktorral kapcsolatban. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdésetek, észrevételetek. Elég hosszú anyag volt, ugye. Lényeg annyi, hogy már ha nincs, akkor javaslom, hogy ezt a tervezetet ezt fogadjuk el, és akkor utána hogy ezt a további dolgban a Gyuri doktorral intézzük, amit szükséges. Jó, ha egyetértelek. Köszönöm szépen, akkor ezt a szerződés módosítást ilyen módon akkor a testület elfogadta. 11-es napi rendi pontunk a óvodai álláshelyúr óraszámmódosítás, én megkérem a nevét, hogy számoljon be erről a történetről. Ez előterjesztés, az nincs előttem, mert én tudtam ki nyomtatni, nem tudom ki lesz is, mert ezt előttem. Igen. Van egy pedagógiai asszisztens az óvodában, aki megszűnt a munkaviszonya, ugye most szeptember 30-án. Viszont nagy szükség van a munkájára, és az ő munkakörét be tudná látni, ugye az egyik Dajka, aki most Dajkaként dolgozik az óvodában. Ehhez az kell, hogy az ő jelenlegi napi munkaidejét felemeljük 8 órára. Igen, tehát azt kértem először a polgármester úrtól, tehát természetesen ez a testületnek a hozzájárulása is szükséges, ez a testület hozzájárulása szükséges, hogy kaphassuk meg a támogatott, tehát a közalkalmazott, vagy a közoktatás, köznevelési törvény, bocsánat, szerint a mi óvodának egy fő pedagógiai asszisztens jár, tehát ennyi támogat az állami támogatott álláskeret, ezt Zsuzsi jobban tudja. Jelenleg a mi óvodánkban nincs egy egész fő pedagógiai asszisztens, hanem csak egy fél álláskeretünk van. És az elmúlt, ez ideig egyébként elegendőnek is, hogy amikor ezt megkaptuk, akkor nagyon örültünk neki, és tényleg ez elegendő is volt. Viszont az elmúlt időszakban történt néhány változás, ami miatt nagyon nagy segítség lenne az nekünk, hogyha kihasználhatnánk azt a lehetőséget, amit tulajdonképpen a köznevelési törvény is előír. Tehát ez most csak egy ilyen teljesség igénye nélkül, ami megváltozott a tavalyi évben. Tehát két logopédusunk volt, akik a gyerekeknek a fejlesztését végezték. Sajnos az egyik logopédusunkat baleset érte, úgyhogy egy logopédus néni lesz, aki ellátja a gyerekeket. Ő elvállalta azt, hogy az összes, tehát felveszi azoknak a gyerekeknek az ellátását, akiket régebben az előző logopédus néni, aki balesetért látott el. Viszont átmenetileg nem tudja vállalni azt, hogy két nap kijöjjön. Ez a hosszú távú terv, hogy két délelőtt legyen az óvodában, de most inkább azt a megoldást választotta, tehát ennek is nagyon örültem, mivel nagyon nehéz gyógypedagógust találni,
hogy egy nap jön ki az óvodába, viszont hosszabb időt tölt nálunk. De aki, tehát ahhoz, hogy a rászoruló gyerekeket eredményesen tudjuk fejleszteni, ahhoz az szükséges, tehát az egyszeri egy alkalom, az nagyon kevés. Az szükséges, hogy legalább kettő, de inkább három alkalommal kapjanak ők az óvodában szakszerű fejlesztést. És azért lenne nagyon jó, hogyha ezt a hölgyet fel tudnánk venni, mert hogy neki van pedagógiai asszisztensi végzettsége, és gyógypedagógiai asszisztensi végzettsége is. Tehát tudna abban segíteni, hogy a logopédusunk elmondja neki, hogy ezzel és ezzel a gyerekkel, és ilyen feladatot kell végezni, és akkor ő hétközben rá tudna még segíteni az ellátásokat. És erre azért is nagy szükség lenne, azt hiszem, hogy az előterjesztésben még 6 gyereket írtam bele, de közben kaptunk egy újabb szak. Tehát folyamatosan jönnek be a szakvélemények a gyerekekről. Jelenleg 7 olyan gyerekünk van, aki BTMS, tehát valamilyen szempontból fokozott figyelmet igényel, és közülük egy olyan gyerek van, akinek folyamatban van a szakértői bizottság előtt van alapja a másodfokon, tehát itt Szentendrén megvizsgálták, tovább küldték Budapestre, tehát nagy valószínűséggel ESN is lesz. Tehát nagy, tényleg nagyon nagy szükség van erre az intenzív fejlesztésre a többi gyerek mellett. És a másik, ami miatt nehezebb helyzetbe kerültünk, ez a Covid helyzet. Tehát minden, régebben, hogyha egy-egy pedagógus kiesett, akkor meg, hogy a délutánokat általában úgy oldottuk meg, hogy összevontuk a gyerekeket, hogy ne kelljen, tehát minél kevesebb túlórát kelljen kifizetni, mert ugye ez meg is van is egy mérték, hogy mennyit fizetünk, illetve ez, mondjuk, hogy ez egy bonyolult történet az óvodában. Viszont most a Covid miatt nem lehet, tehát az az irányelv, hogy nem lehet összevonni a gyerekeket, csak a legtöbb, amikor már tényleg elkerülhetetlen, tehát a reggeli gyülekezés ideje alatt van egy órás időszak, amikor együtt vannak, de ez csak néhány gyereket érint, illetve fél út után van egy ilyen időszak, de egyébként arra törekszünk, hogy tehát külön csoportokban legyenek, és lehetőség szerint a gyerekek ne keveredjenek együtt, tehát az óvodai udvaron is külön vagyunk, tehát elég sok szervezési munka van ezzel kapcsolatosan. Viszont az eddigi tapasztalat az volt, hogy ez a Covid, ez tényleg úgy működik, vagy hát nem csak az úgy lehet már, tehát valahogy most az ideig, tényleg úgy volt, hogy a gyereke létszámunk, a gyerekek hálózódnak nem nagyon betegek, viszont nagyon sok hiányzónk volt a felnőttek közül, és nyilván, hogyha egy felnőtt megbetegszik, akkor rá is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, hogy 10 nap, vagy pedig addig, ameddig nincs egy negatív tesztje. Tehát már az elmúlt egy-két hónap, egy-másfél hónapban is gyakorlatilag 4 ilyen eset volt, amikor húzamosabb idei kollégát kellett helyettesítenünk. Tehát most mindenki tudja, gondolom, hogy legtöbben tudják, hogy szeptemberben volt egy olyan törvényi változás. Ideig az volt az alapelv, hogy gyerekekkel csak óvodapedagógus foglalkozhat, viszont most egy olyan könnyítés vagy enyhítés volt, gondolom a pedagógus ilyen miatt, hogy reggel 8-ig, illetve a délutáni időszakban, amikor effektíve nincsen igen, tehát én azt gondolom, hogy ez egy rossz megközelítés, mert hogy mi egész nap neveljük a gyerekeket. Tehát én ezzel a változtatással egyébként nem értek egyet, de ebben a helyzetben nekünk a segítségben, mert ha hiányzások vannak, akkor a pedagógiai asszisztens a délutáni időszakban, mert hogy ideig csak a délelőtti órákban tartózkodott az óvodában, akkor ő a helyettesítésben tudna nekünk segíteni, és ezáltal kevesebb. Tehát nem tudjuk, hogy mi előtt állunk, létszámhiányjal kell megküzdenünk, de ez mindenképpen egy nagy segítség lenne, hogyha lenne egy olyan plusz ember, aki tehát a végzettsége, a képesítése, illetve a rátermettsége alapján is nyugodt szívvel be meleg rakni a gyerekek közé, és tudom, hogy ő jól fogja őket ellátni. Tehát ezért nem lenne nagyon nagy segítség a számunkra. Rendben, köszönöm. Előzetesen azért hozzáteszem, hogy a pénzügyesünkkel, a Zsuzsikkal erről beszéltünk, hogy ugye ezt milyen módon tudjuk finanszírozni, tehát ez a lehetőség ugye adott lenne, és ez miatt is kérném a testületnek a támogatását, hiszen a gyerekek leveléséről, minden napjáról szól a történet. Nem tudom, van-e kérdésetek? Nem, akkor ugye két határozati javaslat van itt a
ehhez a ponthoz rendelve. Az első ugye, ami arról szól, hogy egy pedagógiai asszisztens 8 órákban fogunk foglalkoztatni, erről szól az egyik, hogyha egyetért fel a testület, akkor kérem jelezze. És a másik pedig, hogy a képviselőtestület, mint fenntartó úgy dönt, hogy akkor 2020. december 1-től van egy óvodai konyhai kisegítő munkaidejét, heti 20 órában állapítja meg, és itt felkérjük, ugye, hogy az intézményvezetőt a szükséges munkajogi intézkedések megtételére. Hogyha ezzel egyetértetek, akkor kérem jelezetet, köszönöm szépen, és köszönöm Nádi, hogy befáradtál, és akkor... Én is köszönöm a támogatást. Elmondtad, hogy mit, miért és hogyan. Jó, akkor tovább lépünk. A 12-es napi rendi pont jön. A előterjesztés után a bérleti, postabérleti helyiségének a rendezésére, mint tudjátok, át szoktam mondani, hogy ez egy elég régi szégyen volt a településnek, ez a posta, őket, hogy maga a posta. Felülvizsgáltuk az épületet, felülvizsgáltuk, hogy milyen lehetőségeink vannak, és milyen lehetőségeket szeretünk volna biztosítani a Magyar Posta ZRT számára, hogy hol és milyen módon tudnak posta hivatalt nyitni. Nem tudom, hogy felsoroljam, hogy miket ajánlottunk fel annak idején, szerintem aki ebben benne volt, ezt tudja pontosan. Jelenleg mindenféle felújítást és továbblépést szeretnének ezen az épületen kérni az önkormányzattól. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt már nem kellene és nem szeretnénk erőltetni. Az ott dolgozók, illetve az ott postahivatalt igénybe vők is láthatják, hogy egy nagyon igénytelen, gyenge, rossz épület, és ezért szeretnénk kikényszeríteni azt az állapotot, ami ugye törvény adta dolog, hogy a létszám, lakosság létszámot megfelelően a postának kötelezően létre kell hozni, és meg kell tenni a saját kis épületét, ahol ezt üzemeltetni kellene, és mi szeretnénk, hogyha ez a szerződés felmondásra kerülne, és találják meg a megfelelő helységet, amit mi annak idején továbbjátunk, többet nem volt megfelelő, a régi takaréképület, magával a PRK-ba is, a mindenjegyekben. Tehát én azt gondolom, hogy most, ahogy az Olivier mondta, most itt a lehetőség ütni kell, hiszen elkezdték reklámozni, egyetlen postahivatalt sem zárunk be. Mi sem szeretnénk bezárni, sőt, azt szeretnénk, hogy egy modernebb, legalább két pultos kiszolgáló rendszerrel működő posta legyen, hiszen lehet látni, hogy az emberek nagyon sokan jönnek be, nagyon sokan megkeresik a postát, mi több itt a pandémiás helyzet alapján, amikor szigorítottak tarított falu, illetve most onnan ide jöttek át és intézték az emberek az éppen aktuális dolgaikat, mert ugye itt pont egy ember befér a fogadótérre és több, de ezzel egy kicsit ki tudták szűrni a lehetőséget, hogy ne kelljen olyan nagy sorban állásra szertenni. Úgyhogy én a kiküldött anyag alapján azt kérem, és azt mondom, hogy ezt lépjük meg, majd a posta meg kell, hogy oldja ezt a feladatot. Ha kell, akkor területet vagy lehetőséget biztos, hogy fogunk tudni biztosítani, de legalább indítsuk el, mert különben ez majdnem örök időkre így fog maradni, és nem utolsó sorban az épület most már kezd a bontás érett kategóriába kerülni. Volt-e, vagy van-e valamiféle költségjellemzés, hogy melyik változat mennyibe kerülne a falunak és a postának? Hogyha, tehát innen el. Én nem tudom ezt a részünkről kijelenezni, hiszen ez a posta kötelezettsége, tehát ez a törvény által leírt. Tehát most ez az épület így ebben a formájában nem jó. Dugulás, folyamatosan dugulások, beázások, és egész pontosan higiéniai problémák vannak ezzel az épülettel. Tehát én nem szeretném az önkormányzatot semmilyen költségbe beleverni, csak olyan módon, hogyha valamilyen területigény lenne, vagy ajánlást kéne tennünk, hogy milyen épületek, vagy magánépületek is vehetők bérbe ebbe a szempontból, akkor meg fogjuk nekik tenni.
Én nem gondolom, hogy most nekünk ezt itt hosszan kéne tartani, ugye? Tehát szerintem te is többször voltál mellett. Na, pont erről beszélek. Két naponta. Gyakorlatilag mi sportot üzünk abból, hogy mindent itt adjunk föl, még ha kényelmetlen is. Tehát megtehetném Pesten munkanap kapcsán és közben, mert van 1000 postahivatal, de sokkal többet kell sorba állni, és próbáljuk segíteni. De én azt látom, hogy ez itt a, hát most csúnyán mondani, a kakaskodásunk ugyanúgy vissza fog ütni, mint a Dunakanyarral kapcsolatban, hogy ugye ott is mindenféle szép számot lehoztak. A Dunakanyar Takarékszövetkezet annó, már a Pócs IV. Rendeltség mindenféle szám tekintetében dobogós volt. Tehát az ügyfelek száma, a elhelyezett betétek száma, nagyságrendje, forint összege, stb. Mégis pippak megszüntetni. Igen. Ez még ugye nem is lett volna akkora nagy baj, csak ugye elvitték a bankautomatát is, ami már sokkal jobban érinti az embereket, tehát marad a pénzfelvételre ez a kis posta úgy, ahogy van. A Samsulának tegnap volt egy hosszú nyilatkozata az egyik újságban, és abból az derült ki, hogy az ő koncepciójuk az az, hogy inkább a csomag kézbesítést és ezeket a online rendelésekben való dolgot próbálják megvalósítani. Tehát ha itt most beállunk neki keménykedni, nagy valószínűséggel azt mondják, hogy hát sajnálják, de nem tehetnek róla, kevés a pénzük. Tehát ez a megoldás, mint megoldás, én szerintem nem elfogadható. Örüljünk annak, hogy van, próbáljunk valami más megoldást csinálni, mert például Pilisszent László 1000 lakosú község, és ott van posta. Mi vagyunk több mint 3000-en, tehát mi se engedhetjük el ezt a dolgot. Nem annyian vagyunk? Jó, hát akkor 2600 plusz a szomszédból, aki még átjön errefelé. Tehát majdnem annyian vagyunk, tehát én szerintem, ha itt beállunk keménykedni, akkor ők egy tolvonással megszüntetik ezt a postát is. Úgyhogy én nem értek egyet a felmondását. Jó, Olivier, én is ezt hallottam, olvastam, hanem hallottam a szemzőnőség portat a rádióban. Ez kezdődik, valóban ez volt a vége, hogy ami a megtérülést hozza a postának, az főleg most a karácsony idejében a csomagforgalom. De ez kezdődött úgy, hogy a Magyar Postának nem áll sem lehetőségében, sem érdekében, sem pedig semmiféle igény nem merült még fel arra részük, hogy a postahivatalt megszüntessenek. Ez így indult ez a riport, amit én hallottam, ugyanezzel a bűnös úriemberrel. Másrészt viszont a takarékpénztárral való párhuzam érdemi meg lehet változtatni törvényeket. Én is szoktam látni a magyar közben, valóban gyakran élnek is ezzel a lehetőséggel, de a takarékszövetkezet helyben való biztosítása nem volt jogszabályban, nyilván elvették igen könnyen. A postahivatal ennél azért egyre bonyolultan. Bonyolult jogszabályokat is most már van egy... Abszolút, nyilván nem tudjuk a holnapot megtervezni semmilyen szempontból. Én ma a mai jogszabályi környezetben tudok gondolkozni. Én úgy gondolom, hogy ez az állapot különösképpen nem fenntartható. Viszont az se hangos. Igen. És ugye mi történik, hogy abban reménykedünk, hogy esetleg nem is tudjuk, hogy nem lenne egy átmeneti időszak, amikor egyáltalán nincs, mert nem tudtunk dőlőre jutni előtt, és én azt gondolom, hogy sajnos tényleg hozhatnak olyan jogszabályokat, tényleg én csak postának túl sok pénz, emberesén sok, hogy mi van, azt mondják, hogy akkor ennyi volt, úgyhogy tényleg kérnek egy jogszabályt, akár jövőre, és nincs postán. Tisztek azért eléggé teoretikusan kérdezem azt a gondolatot, hogy a Pócs megyei posta megvásárlása vagy megépítése azt indikálja, hogy a posta törvényt megváltoztassák úgy, hogy ugye akkor nem kötelező. Ugye a Pócs megyére gondoltam különösen, mert nem Pócs megyére az egyetlen kis település az országban. De ez most mindent kell, hogy érintsen. Nem, de én azt mondom, de a postának általános problémái vannak, tehát azért azt tudjuk mindannyian. De hogyha mi most gyorsan... Ha most lépünk, akkor nem várjuk meg azt, hogy felkészül rá a posta, és neki ezt meg kell oldani. Akár én nem tudom képzelni, hogy területet kér, és azt mondja, hogy egy konténerpostát létrehoz valahol, sokkal-sokkal jobb lenne, mint a mostani.
Persze, minden jobb lenne szerintem, hogy mostan nézve. Bocsánat, tehát ugye, ami fontos, hogy látjátok, voltatok benne. Tehát olyan műszaki problémák vannak, amiben pontosan azért szeretném, és ezért kérem a támogatást ebben. Tehát nem szeretném, hogy az önkormányzat holnap azért szerepeljen a tévében, mert egy saját fenntartású ingatlanjel már nem tudja azokat a karbantartásokat és azokat a műszaki megoldásokat megtenni, amivel tovább lehet lépni. Itt van településünk lakója, valakint a posta műszaki egyik embere volt a pályaszégek, többször megnézték, itt voltak, mert ő is támogatta volna, hogy a PLK-ban legyen lehetőség. Hiába erőltette és hiába volt még egy picit ez a háttérlobb is, nem indult be és nem lépett a posta. Tehát kényelmi helyzetben van, és ez a bérleti díj, amit fizet, ez nem elegendő semmire. Nem tudok vele mit kezdeni. Az, hogy az emberek kint várakoznak, az, hogy a WC folyamatosan eldugul, érintésvédelmi, az épület már, bocsánat, uram, bocsánat, nem megfelelő, és ennek mi hordozunk. És ezért kell lépni. Tehát lehet, hogy ezek a felmondásnak az lesz az eredménye, hogy ők azt mondják, hogy akkor üljünk le tárgyalni. Akkor üljünk le tárgyalni, de így nem fognak elő. Szó szerint mindig csak visszapasszolják a labdát, és kapjuk azt, hogy hát akkor még ezt kéne megcsinálni, erre lenne szükség, arra lenne szükség, azt se vették észre, hogy jelvében lejárt szerződésük is van. Tehát én ezért kérem ezt a segítséget, mert ez így nem lesz jó. Tehát akkor lehet, hogy még 10 évig ez a összedőlésbe álló épületnél kell állni sorba az embereknek, nem normális. Tehát találjuk meg velük a hangnemet, és ezt szerintem másképp már nem lehet, fel kell mondani, és akkor jöjjenek ki, akkor kérjük az országgyűlési képviselőnek a segítségét, mert ez nem szűnhet meg. Tehát én nem látom ennél jó megoldást, mint hogy felmondani. Az lenne a legjobb, ha azt mondanád nekik, hogy itt van ez az épület, átkörözhetek. A takarék nem volt nekik megfelelő. Tehát ott minden biztonságtechnikai, minden dolog megvolt, ami kellett. Kétszer vagy háromszor kint volt, az fél posta ezért kar, és akkor elmondták, hogy hát nekik egy picit nagy ez az épület. Ha mi megcsináljuk ezt, plusz még a biztonságtechnikai részét is, jelenleg te is ott mondták, akkor már esetleg ide költöznek. És akkor mondtam, hogy nekem, én azért vegyek meg egy posta épületet, a takarék szövetkezet épületét, hogy legyen postánk, és még én csináljam meg benne az összes feladatot. Ez nem normális, tehát én azt gondolom, hogy valahol ezt azért meg kéne mozdítani. És ugyanannyi bérleti díjért, tehát nem tudok már jobbat. Lehet úgy dönteni, hogy maradjon minden a régiben, akkor ezek sose fognak ebből megmozdulni. És előbb-utóbb a Kossuth utca 10 számon is segítsük, 10 szám alatti épületet, a sajnos előbb-utóbb azzal is egy további lépést kell tenni, hogy vagy eladás, vagy valami új funkciót, akár egy kiállítási teret nyitni neki. Ez így ebből a szempontból sehol nem jó. És maga a postai dolgozók, bocsánat, lehet, hogy nyilván, ők is elmondják, hogy ebben az állapotokban nem lehet dolgozni. Berakják őket, mondjuk azt hiszem, hát szerintem 10-12 négyzetméter nem több belül, és ott vannak négyen. Egy mosdó, egyetlen kézmosó, és nem tudnak, nem férnek a csomagoktól, nem férnek el semmit. Tehát valamilyen módon, én azt mondom, hogy próbáljuk ki. Tárgyalásos alapon már nem fog működni, ez biztos, hogy szerintem egy ultimátum jelleggel kell ezt megtenni. Én, nekem ez a véleményem, és én ezt ennek élve a támogatását. Jó, hát a jelenlegi jogszabály azt mondja, hogy itt mindenképpen kell ennyi lelkes településen postának lennie, akkor viszont ilyen szintetlen támogatom, hogyha. Igen. Tényleg, ha valami, amit... Jó, akkor szavazunk, hogy akkor ezt a Józsi szerzős van. Ellenet, vagy Józsi? Igen. Ellenet. Akkor még jött. Akkor tovább lépjük. Egyedek napirendi pontban kiküldésre került, ugye megváltozott az új szentendrei kapitányságnak a vezetője, így gyakorlatilag egy elfogadást kell kérni a testület részére. Nem tudom, mi közünk van hozzá, hogy ötöntjük el.
miért kell nekünk ezt elfogadni, hiszen a vezénylés nem mi csináljuk, de hát ez a protokoll, úgyhogy kérem a testületet, aki a elfogadja, az jelezze, akkor ezt elhangulja a testület. Elfogadtam, hogy a kapitány úr bejelentkezett nálam egy eléggé marcona és a kibérbűnözés főszakértője, úgyhogy bízom benne, hogy azon túl az egyéb bűnözési formákat is megteszi. A másik egyébként napi rendi pont a napsugártéri forgalmi rendben jelölte téged kérnőnek fel. Tudjátok, van egy piacunk, ami tradicionálisan létező piac, gyakorlatilag meg nem piac, de mivel Surány és Pócsmagyar egyaránt nagyon nagyon szereti azt a lehetőséget, hogy főleg a nyári időszakban, szombaton, vasárnap reggel 7 órától, 8 órától végig 1 óráig különböző őstermelők saját termékeiket árulják, tudjuk, nem csak őstermelők, hanem megjelennek ott vásárosok is. De ez a piac tradicionálisan ellátja a funkcióját és jól működik. Ezzel a rendelettel tulajdonképpen egy korábbi anomáliát szüntetnénk meg. Egy-két évvel ezelőtt gyakorlatilag sűrűn előfordult, hogy a teret használó piacosok közé behajtottak az autósok. Szerencse volt, nem volt belőle baleset, de jelezték a piacosok, hogy jó lenne, hogyha ezt valahogy be lehetne zárni. Kerültek ki búják, lezárásra került a Tulipán utcának az első behajtási lehetősége a napsugártérre, de ez szabálytalan megoldás volt. Balesetvédelmi szempontból abszolút támogatható volt, ellenben közterületfoglalás szempontjából nem. Közterület felügyi, nem közterület felügyi, hanem közvetlenül megbízottunk, ezt nyár közepén nehezményezte is, és kértem, hogy szüntessék meg a piacon álló emberek az ideiglenes lezárást. Nagyon sokat dolgozott rajta az Ágyis Tim is, meg én is, hogy egyeztetve a piacon állókkal, hogyan tudjuk ezt úgy megoldani, hogy ez szabályos legyen, és ugyanakkor ellássa azt a biztonságosságát, hogy akik ott állnak, akik ott sétálnak, elsősorban akik ott vásárolnak, azok biztonságban lehessenek. És erről szól ez a rendelet. Én kérek mindenkit, hogy támogassa fel vagy el. Nem tudom, van-e ezzel kapcsolatban? Nem akartam az előterjesztést, ha kérdezik, hogy azt kérem, nevezze. Akkor egy hangolva a testület ezt megfogadta. Következő egyébként napi rendi pontunk a önkormányzati Facebook oldal létrehozásával, Krisztinai kezdeményezésére, ahogy megmondom, hogy támogatólag tudunk részt venni, hogy ez történjen meg. Szeretnél róla beszélni? Örömmel fogom, ahogy mindenki elolvasta, gyakorlatilag egy információs Facebook oldalt szeretnénk, ha az önkormányzat létrehozna, meg leírtuk ugye a szerintünk a menetét, és tényleg egy nagy technikai kihívás. Nem azt mondtuk, hogy egy cselekvő oldal legyen, de hogy az információkat, amik a honlapon megjelennek, itt is érdemes lenne megosztani, mert sokkal többen nézik az emberek a közösségi oldalakat, mint a honlapokat a napság. Jó, köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy ez egy abszolút támogatott dolog, nem tudom a testet részére, hanem hogy részvétel nincs, akkor van egy határozott javaslat, hogy aki ezt elfogadja, akkor kérem az jelezze, és akkor testület ezt egy hangulat megtette, és akkor a kollégákat erre megindítjuk ebben az ügyben. Következő napirendi és ugyanaz mindegy, megyünk sorba. Jeleztem, hogy életem jeleztem a kiküldése került, hogy van egy földemért non-profit KFP, amely együttműködést szeretne kezdeményezni a településünkkel. Fiatal szakemberek, akik gazdasági, informatikai, környezetvédelmi társulásokban vesznek részt, egy non-profit, egy startup céget hoztak létre,
jó ötletekkel, lehetőségekkel, amit ide szeretnének hozni a településre, a szigetre, együttműködésünket kérik. Én többször tárgyaltam vele, a Fenton Surányból Kenyeres Pétert ismeri, ő is 30 éve kötődik a Surányi településéhez. Nagyon szeretnének itt ebbe dolgozni. Semmiféle elkötelezettség ebbe az önkormányzatnak nincs, mint annyi, hogy egy együttműködésünk van, hogy ők programokat és lehetőséget biztosítanak. Én nagyon szeretném azt a támogatást, hiszen vannak olyan pontok, ezt lehet látni, elég régóta a polgármester, hogy mi ezeket hiába szeretnénk áttörni kapcsolati oldalon, őnekik ezek megvannak. Talán ezek új ötleteket, új lehetőségeket tudnak biztosítani, amit a Krisztián is mondotta, akár a gazdasági program keretében tovább gondolkodásra, hiszen az ötletek és azok a technikák, technológiák, amik a rendelkezésükre állnak, azok szerintem segítséget jelentenek. Én ennyit tudok elmondani. Többször kim voltak a területen, többször megnézték, és azt mondják, hogy nagyon szívesen dolgoznának itt, mondom, költségtérítés nélkül. Akkor én hozzászólok, hogy már magadat. Ugye mi ezt múltkor elmondtuk, hogy a Környezetvédelmi Bizottság egyik létrehozásának az egyik oka pont az volt, ugye, hogy ilyesfajta klímavédelem és környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztéseket is, mint programokat létrehozzon. Mi úgy gondoljuk, hogy egyrészt nem kaptunk külön, mint tehát a Környezetvédelmi Bizottság nem kapott meg keresést ez a földemértártól, akkor a széthosszon egy papírt, és ugye is egy írás, és megengedítettek is olvasom, hogy miért nem támogatjuk, miért nem támogatjuk ezt a földemértártét, neked is. Ez egy kis kutató munka volt, tehát a Földemért non-profit Kft. A tisztelt képviselő testület Kocsmagyarj község önkormányzatának képviselő testülete előterjesztést kapott, hogy a település ügyi megállapodást kössön a Földemért non-profit korlátozott felségű társasággal. Kocsmegyer község természeti adottságait, értékeit, hagyományait, arcolatképét és a klímavédelmet figyelembe vévő közfeladat ellátásáról. A Földemért Nonprofit Kft. 2020. május 25-ének alapítva egy fő ügyvezetővel, a 20 éves Szabó Levente Gézával. A cég az önmagáról további információkat szolgáltató levelében azt írja, hogy a tevékenységét egy három fő szakemberekből álló kuratórium szakmai irányítása alatt végzi. Az ügyvezetőről a világhálón a cége tevékenységével összefüggő tartalmat nem találni. Egy non-profit Kft.-nek egyébként nincs kuratóriuma, csak alapítványnak lehet. A non-profit Kft. Már létrehozhat természetesen egy alapítványt, aminek van kuratóriuma. A kuratórium viszont csak az ügyvezetői tevékenységet látja el egy alapítványban, és nem szakmai, ahogy ők állítják. A Földemért Non-Profit Kft. Székhelyén egy másik cég is be van jelentve, amely Szabó Levente Géza édesanyja nevén van, és amely cég ellen egyébként 2016-ban, 17-ben, 18-as években többek között különböző önkormányzatok és végrehajtásokat kértek. A felsorolt kuratórium tagokról pedig azt tudom elmondani, az egyik ugye Enyingi Tibor, aki biomezőgazdasági és gazdálkodási szakértő feltaláló, tavaly augusztusban az Innovációs és Technológiai Minisztérium szabálytalansági eljárást indított a tulajdonában lévő biogáz Felpéc Kft. Ellen. 2011-ben ugye 500 millió forintos EU-s pályázati támogatást ért alá, és a mai napig nem üzemel ugye ez az erőmű. Itt ezt majd átküldöm természetesen mindenkinek elektronikus formában, és meg lehet nyitni a linketet, el lehet olvasni egyébként ezeket a tartalmakat. Hauser Barbara egy nemzetközi coach témánként van feltüntetve, most egyetlen egy ilyen nevű hölgyet találtam, aki Westonban, Floridában él. Csak angol nyelvű honlapja van egyébként. Schwarz Gábor, nemzetközi digitális fejlesztés és oktatási szakember, ugye a Kürt Akadémia és a Metropolitan Egyetem van mellé megadva, mint egykori
azért gondolom, hogy egykori, de még arra sem tudok válaszolni, hogy valóban egykori munkai, mert hogy sehol sincs feltüntetve sem oktatói, sem szakértői tagként. A Földelmért Nonprofit Kft.-nek a honlapján, holnap megnézem a tartalmakat is, ezek össze vannak a világháromról ollózva. Tételesen is kigyűjtöttem egyébként őket, ugye a hulladéktudatosságról felhasználták Szabó Amanda Imola, a meteorológus éghajlatkutató írását, viszont egy nagyon profi, másfélfok.hu nevű honlapra, akik azzal foglalkoznak, amire nekünk nagy szükségünk lenne, komoly szakemberekkel. A cikk forrásaként egy olyan honlap oldalát adta meg, amelynek a másfélfoknak valóban van megállapodása, de nem adhatják ki bárkinek az írásokat. A másfélfok egyébként már a Földemért Kft.-vel ezügyben fölvette a kapcsolatot. Az energiatudatosság, a környezetvédelem, a fenntarthatóság témájában mindenféle forrás megjelölés nélkül egyszerűen ifjabb Csikán Attilának az írásait vették át. Ifjabb Csikán Attilát is megkérdeztem, hogy erről tud, de nem tud róla a munkatársai, ők is megkeresik a Földemért Kft. Ez ügyben a forrás megjelölés hiánya miatt többek között. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a felsorolt adatokkal, tényeket figyelembe véve nemhogy javasoljuk, sőt ellenezzük, hogy Pocsmegyer Község önkormányzata a Földemért Nonprofit Kft.-vel bármiféle megállapodást kössön. Mert ha a település valóban jól akarjuk képviselni, akkor olyan cégeket is kell, még akkor is azt mondjuk, hogy ők nyilvánvalóan, hogy kapnak valamit, hogy pályázatban részt vesznek, és mi vagyunk ugye egy partner, akit felmutathatnának maguknak, amivel a pénzüket tudnák legalizálni, megnyert támogatásukat, de ide olyan jöjjön, akinek valóban az a tevékenységükre és valóban komoly referenciájuk van a kezükben, mert nekik nincsen. Jó. A referenciahelyek, megjelölt referenciahelyeknek a fele például nincs is az interneten elérhető. Szerintem ezek az emberekkel így személyesen tárgyaltam, bemutatták. Én látom önök potenciált lehetőséget, én nem kaptam azóta semmilyen egyéb céget, nem érkezett, aki... Mi már eleve adtam neked múltkor, kaptam két céget, de ha tudtuk volna, adunk továbbiakat is. Ezt ővelük kezdtem el tárgyalni, nem kaptam semmilyen közvetlen kontaktot tőlük. Töletek, én mi emlékszem. Környezetvédelmi Bizottságon, igen, a Szilványi Gábortól kaptál. Szívesen frissítünk, de mondjuk erről... De ez nem zárja ki azt, de hogy bárkivel is bármilyen módon lehessen, tehát én igazán, hogy volt ez, amit felolvasom, azért szerintem elég súlyos, Miklós, hogy ezekkel akarjunk továbbra is bármit is kezdeni. Súlyos, én ezt lehet, hogy és a szakmai háttér, az nincs. Nincs szakmai háttér. Neki kapcsolatrendszerük van. De egy kapcsolatrendszer, bocsáss meg, kérdezz meg a környezetet, ott ülünk, ott ülnek a Gáborék, ott ül a Zsófia is, mint környezetmérnök. Tudunk, volt én magam is. Tehát itt is van 20 év média, én is dolgozom, biztos régen volt, a rengeteg emberrel találkoztam. Nekem is annak is el, és pont ilyen hasonló területen van fog. Ugye mondjuk a természetvédelem nagyon kiterjedt, tehát hogy kell vagyok, ugyanúgy az energia, mondjuk az energiafunkosokkal, bárkivel, tehát ez itt nem úgy nem meggyőző, én ennek elég rosszabbra van itt a cégnek. Tehát nem a céljadók ellen haladkozunk, mert azokat természetesen egyetértünk, tehát a jelszavak azok állnak, csak ennél azért egy stabilan megbízható céget kell keresni. Igen, tehát hogy gyakorlatilag csak nem érkezett senki részéről, mondom, tehát... Nem tudtuk, hogy kell érkeznie, Miklós. Hát, bocsánat, egy éve a választások után beszélünk arról, nem jelentkezett nálam senki. Két cégnevet kaptam. De nem jelentkezett nálam senki. Hogy kell jelentkezni? Hát úgy hívják, hogy polgármester hivatal, föl kell írni, megkeresnek, utána megyünk és intézzük azokat a dolgokat, amivel valami tovább tudunk lépni. Mi azért kaptuk meg, hogy mert az volt, hogy várjuk el, mert ugye ez mind akkor az volt, hogy ez pénz, meg hogy majd ki, meg hogy majd megbeszéljük. Ezek voltak ott a válaszok. De visszakereshetjük egyébként ezt a jegyzőkörben. Jó, nincs ezek mond, persze. Tudom, hol ér. Nekem igazából kérdésem van, így globálisan mindenki felé. Hogy én jól értem el azt, hogy amiről amit beszélünk, ez a Földemért Nonprofit Kft. És én nem használom ezt az együttműködési megállapodást, keretmegállapodást mondani, mert maximum. Ez arról szól, hogy most mi kötünk keretmegállapodást, amit majd vagy megtöltünk tartalomban, vagy nem. Ez okoz-e bármilyen, akár pénzügyi, akár
jogi, megérteni elkölti kötelességet, és hordod-e magába, amit az aláírással mi magunkra veszünk, a hátunkra veszünk, mi ennek tovább? Biztos, hogy nem. Tehát ezek nem, ebben nincsen benne sem pénzügyi, de nem érzed, hogy morálisan ez megvédhet egy olyan cégje, akik mondom összeolózott tartanak, nem az, hogy egy plágium, egyszerűen is értesítik a tulajdonosokat, a szellemi tulajdonosokat, hogy az ő anyagaikat rakják föl, hogy azért az a céges háttér is, tehát ahova nyilván ott laknak, mert mama, papa, mindenki oda van bejelentve, tehát ott tényleg elég súlyosan minden évben végrehajtás egy önkormányzatoktól is egyébként a másik cégükre. Nincs semmifajta szakmai referencia. Tehát az ember, aki odaírja, hogy ő pont a Metropoliten anyagot küldött, nincs, nyoma nincsen, hogy ott valahol. És akkor azt mondjuk, hogy de azért lehet egy kérlek megállapodás. Hogy néz ez ki? Nagyon nem jó szerintem. Mindenki, hogy tudja mondani magát, tehát ezt ti mondani. Nem magáig, ez egy tény. Ez én ezt most letetted elé, ennek utána kell nézni. Utána elektronikus megküldöm, hogy utána lehessen nézni. De szerintem ezek után megszól, és azt mondja, hogy ez oké. Az ennyi szól a furcsa. Itt igazán jó, hogy egyszerű megállapodásról szól, a lehetőségről arról, hogy valamit tovább tudjunk lépni. Hát én azt szerintem ezt itt egy ilyenre lazán ugrik bármilyen híroldal és újság, mert ez annyira egyértelmű. Hát akkor már nagyon gyorsan kivégzik magukat, ilyen egyszerű. Nem, ez nagyon bűzlő. Még most nem mondom már azt, hogy amit itt, ha úgy járj utána, nézd, olvasd végig, amit küldtem. Egy olyan céget kell fogunk, hogyha már így alakul, hogy annak tényleg ott valós referencia, valós emberek legyenek mögötte és a többi. Bevittük, behoztam ide, szavazni lehet, aki együttműködés megszavazza, az megszavazza, aki nem. Teljesen igazabban ennek utána kell járni és meg kell nézni, ez már eleve az is egy lehetőség, rákérdez az ember ezekre a dolgokra. Amellett, hogy bizonyos egy-két információt én is ebből tudtam. Akkor én most tervezem, hogy halasszuk el ezt a szavazást, nézzél utána, és a következő testület. Tehát én gyakorlatilag én működik a testület, hogy akkor most kaptam egy információt, és tovább lépünk ebbe. Halasszuk el. Jó, itt akkor is felteszem azt a kérdést, hogy van egy szavazás, hogy akkor ezt a testület most megszavazza, hogy akkor a halasztás legyen. Az ügyek kapcsolatban? Egyetért a testület ezzel? A halasztással. A halasztással. Aki egyetért? Jó, ennyi. Hát ez, köszönöm a információkat. Jó, menjünk tovább. A Ligettér Szolgyzső Park, ugye a közi önkéntesektől kaptunk egy kérést, ami arról szól, hogy pályázni szeretnének, és ugye itt biztosítani kell a terület használatot, ha jól emlékszem, amihez nekünk ugye testületi engedély kell, hogy ott a Szabadidő Parkon belül további fejlesztéseket tegyetek. Nem tudom, Jenő, te ugye felbeszélte Juditta. Igen, a Ligettéret nagyon szépen karban tartja a közszélyenkéntes csoport, illetve először fejlesztette, aztán a karban tartotta. Az utolsó nagy attrakció, szó szerint attrakció a pingpongasztal, a kultúri pingpongasztal és annak az árnyékolása, illetve mellett a padelhelyezés. Hál' Istennek nagyon sokszor láttuk arra fele menetelben, hogy főleg járom játszani rajta, tehát szükség volt rá és működik. És amikor ez elkészült, akkor beszélgettünk Judittal is, és a többi kollégával, a Gyurnával, Istvánnal, hogy mit lehetne még a Ligettéren elhelyezni, illetve hova. Úgyhogy tudjuk, hogy a Ligettérnek a közep az a vízművek, a globusz miatt nem igazán hasznosítható. Az egyik oldalon a játszótér, ami szintén népszerű, előtte a területet nem érdemes túlságosan felépíteni, mert nem lenne praktikus. Ellenben a pingpongasztal és a Fenyves utca között még van egy olyan terület, ami hát nem azt mondom, hogy kiállt érte, de kiválóan elférne egy beton pályán, ami nekem egy régi veszőpanikám egyébként. A tónál többször javasoltam már évekkel ezelőtt, és minimális berugnázással egy olyan egyszerű játék, hogy Iha és egy nagyon jó közösség építik öknál, és arról lenne szó, hogy így elhelyeznének, megépítenének a
az önkéntesek egy betonpályát. Sajnos már beszélgettünk is jól, és én előzetesen megpróbáltam, hogy tudok-e például egyszerű régi fa talfákat szerezni, mert ez egy zseniális, vagy nagyon jó adná magát, hogy a talfákkal megcsinálni a keretét a pályának, és akkor csak a közepe múlvával, vagy nagyon finom múlvával, vagy csalakkal le lenne engedelve. Hát sajnos az a válasz jött a MÁV-tól, hogy a talfa veszélyes hulladék, és szigorúan tilos eladniuk. Úgyhogy aztán abban maradtunk az Istenről, hogy beszélgetünk, hogy ezt akkor meg lehetne úgy csinálni, hogy olyan fát vásárolni, azt hosszába elvárni, és akkor ilyen 4 méteres félrönkök alakítanak a keretét a pályának, és meg lehetne csinálni. Mostanában egyre több helyen lehet látni már ilyen napelemes LED világítást, köztérvilágítást, ami megint csak jól szolgálna pont annak a területnek, a padnak a megvilágítása, hogy ne csak a sötétbe üldök élnek ott az emberek, hanem lenne egy külön energiabetáplálást nem igénylő világítás. Abszolút jó ötletnek tartom. Én javaslom a testületnek, hogy adjuk meg a szükséges megkötésükben. Az önkéntesek már bebizonyították, hogy igen jól tudnak szervezni, és meg tudják mozdítani az embereket, látni az előző Tesco-s pályázat, aminek az eredményeit pont a piacosok élvezhetik, hogy kultúrált asztalokon tudnak állni. Jó, testület támogatja ezt, akkor egy hangból megtettük. Még egyelőre a fogorvosi előszerződésről szeretnénk röviden beszélni, a Kolcsár Attila ugye beadta a korábbi felmondását, hogy ő váltani szeretne, hogy a praxisok értékesítése folyamatban van ahhoz, hogy mi tovább tudjunk lépni, ugye a jelölttel egy ilyen előszerződést kell kötnünk, nem tudom, hogy elmondott röviden a doktornő. Igen, ugye a múltkori testületi ülésen döntött a testület arról, hogy megköti az előszerződést a doktornővel, aki akkor még azt mondta, hogy ő ezt a KFT formájában szeretné ellátni a fogorvosi tevékenységet. És már jött tőle az e-mail valamikor délelőtt, és én ezt továbbítottam, és mindenkinek, csak már kora délután volt, nem biztos, hogy el tudták olvasni, hogy nem KFT formájában szeretné ellátni, hanem egyéni vállalkozóként, mert neki ez bizonyos szempontból jobb, a NEAP-tól érkezett támogatás is jobban el tudja különíteni, hogyha a KFT az teljesen külön működik, és az itteni praxist azt egyéni vállalkozóként szeretné működtetni, úgyhogy akkor azt az előszerződést, amit megkötött vele a testület a múltkori döntés alapján, azt most ebben a tekintetben módosítani kell. KFT helyébe dr. Csíkos Csilla egyéni vállalkozó lép. Bocsánat, az előzőben ugye az volt, hogy ő azért lehet nyerő, mert két felkészült szakemberrel együtt látná el a feladatot, tehát az ő távolléte alatt is alatt sem marad ellátatlanul a fogorvosi rendelés. Ez változott-e? Nem szakemberekkel, hanem rezidensek vannak, tehát rezidens az bizonyos ellátást megtehet, ilyen fogápolási vagy szájápolási dologban, de maga a orvosi feladatot az csak ugye az ő jelenlétében. Most is helyettesítéssel van a Kolcsár Attiláink, hogyha bárki ilyen, bármelyik orvos szabadságra megy, vagy egészségügyi akadályoztatása van, mint például volt a Kolcsár Attiláink, amikor eltört a csuklója, akkor ugye beugró orvosokkal, ezt az ő feladatok és az ő dolgok, hogy ezt a helyettesítést megvonják. Mind ahogy mondjuk most a Szabó doktor helyett a szigetmonostori orvosnő van ügyeletbe és ellátásba. Tehát ezt nekik az ORAK teljesen, illetve a ANTS leszabályozó, hogy milyen módon és hogyan tudnak elmenni szabadságra. Természetesen, hogyha komoly az egészségügyi akadályoztatás van, az egy kicsit más helyzet, de ezeket nekik le kell tudni szervezni és a helyettesítést meg kell oldani. A Kolcsár Attilán is volt, hogy akkor gyakorlatilag ő helyet biztosított más kollégának, hogy az ellátást addig ott ezen a ponton megtegye, de ennél többet
nem tudom, tehát ő nem három emberre jön, hanem ő maga a saját személyében. A három ember csak pluszban van, vagy a másik egyszerűen csak pluszban van mellette. Tehát ő oktató is, vagy azért. Még van? Nem a kóra ez a változás? Nem van ez a változás, hogyha ezt túl elfogadja a testet, akkor kérem jelezze. Akkor egy hangolag ez már van. Két dolog van még, amit én az egyik az idősek napja kapcsán, de azt majd a kulturális bizottság fogja tárgyalni, hanem csak jelzem, hogy, ugye a pandémiás helyzet miatt ugye ez elmaradt, ezt minden évben meg szoktuk tartani, és meghívjuk a 70 év felettieket. Itt csak annyi a kérdés majd, hogy ezt átárgyaljuk, hogy milyen lehetőséget tudunk biztosítani az időseknek az elmaradt esemény miatt, anyagiakban, vagy bármi egyéb dolog miatt kapcsán. Tehát majd ezt van én, majd veled ezt külön megbeszéljük, ezt tájékoztatásként mondom, mert talán Szigetmonostoron részben tartottak valamilyen a nyugdíjas klub egy ilyen összejöveteltet, tehát mi ezt a kockázatot ilyen módon nem kívántuk felvállalni. És ezért csak tájékoztatom a testedet, hogy ebbe szeretnénk valamilyen lépést tenni az idősek felé. Ennyi. A másik ugye a közlekedés kapcsán volt még egy olyan probléma, hogy szintén a márciustól szinte nulla utasra egy számot poroszkánóra évnek elég komoly bevétel kiesései voltak ugye a Rudas és társai részéről kaptuk a jelzést. Szigetmonostorral együtt, ott a felső, alsóbőd és Horány közötti, itt nem ugye a Pócsmány a közötti átkelések kapcsán egy levelet írtunk a minisztériumnak, hogy kiegészítő támogatást próbáljanak biztosítani, hiszen nélkül kicsit bizonytalanná válhat a közlekedés. Jegyzőasszony, együtt ugye tárgyaltunk a szolgáltató ügyvezetőjével, és természetesen próbálja fenntartani a közlekedést, de ettől függetlenül testületi felhatalmazás nélkül, de elküldtük Manázsról polgármesterről ezt a igénykérő levelet, amelyben kértük, hogy a erejére szolgáló kiegészítő, rendkívül kiegészítő támogatást, amennyiben lehet juttassa felénk a minisztérium. Minden évben pályázunk természetesen a révek kompok üzemeltetésére, ezt még el szoktam mondani, hogy egy kicsit ilyen farmuci helyzet, hiszen mi nem üzemeltetői kell legyünk, hanem élvezői ennek az egész dolognak, ehhez képest nekünk kell pályázni, mint önkormányzatok a két part közötti hajóközlekedésre, mert a helyi járatot az önkormányzatoknak kéne biztosítani, a helyi közit, ez már helyi közi járat, ez pedig a állami feladatellátási kötelezettségben lenne. Megtettük ezt, várjuk, hogy valami jelzésen körülbelül egy olyan három hetet küldtük, egy négy hetet levelet, ugye? Vagy három hetet, úgyhogy ez csak egy tájékoztatás, hogy ezt tudjatok erről a helyzetről, és nem tudom, ehhez van-e valakinek valamilyen kérdés, ha nincs. És a másik ugye, hogy ebben az évben szintén a pandémiás helyzet miatt ugye a közmeghallgatás eddig még nem jött szóba, illetve nem lehetünk bevállalni. Gondolkodunk itt egy november végi, vagy esetleg december végi időpontban, amennyiben a helyzet engedi, de most egy kicsit romlik a hely, a vírus helyzet, ezért gondolkodunk, illetve kérjük a javaslatokat, hogy milyen megoldás legyen ezzel kapcsolatban, mert ugye a nagy teremben elvégben a PLK-nál be lehet vinni, de nem tudom, hogy ezt a kockázatot ilyen módon felvállaljuk-e. Jó, ezt megtesszük azért, mert ebben kell egy egységes egy testületi döntés, mert én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ezt akkor későbbre kéne tenni. Igen. Jó, hát akkor ha ez egyetért a testület, akkor ez az összegyülekezési lehetőség, vagy a közösségi együttlétnek a lehetőséget
járványi szempontból, vagy éppenségként akár kormányzati utasítás alapján újra lehetséges, ha ezzel egyetértetek. Igen. Jó. Akkor ezt egy hangulat tette az effort is. Tehát az egyebekben van-e még valakinek, ugye Krisztát ajánlásztad? Igen. A bolha piacos előterjesztés lenne. Ági azt mondta, hogy lehet az egyetekben előterjesztés. Köszönöm. És a kényelmek is ez arról szólna, hogy tehát, hogy fel is olvassam azt, hogy talán nem kell részleteznünk, hogy a helyben vásárolt élelmiszerekkel a helyi termelőket, vállalkozókat támogatjuk, nem utolsó sorban az ökológiai lábnyomunkat is kicsit csökkenteni tudjuk azáltal, hogy nem utazunk egy bevásárlás miatt több 10 kilométerre. Hasonló meggondolásból fontosnak tartjuk a bolhapiacok biztosítását is, hiszen ezáltal csökkenteni tudjuk ugye a hulladéktermelés intenzitását is. Sőt, közösségépítő szerepe sem kérdőjelezhetőnek, ugye múltkor nagyon jól sikerült a PLK parkolójában. Ezért javasoljuk, vagy javaslat a Kocsmegyer Községi Önkormányzat a képviselő testületének 8/2002-es 11.21 rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjére a módosítására, hogy a rendelet 7. paragrafusa egyes pontja az alábbi ponttal egészül ki. Há, az olyan lakosság vagy helyi civil szervezet által szervezett a lakosságnál felhalmozódó, újrahasznosítható használati tárgyak lakosság körében való cseréjét, adásvételét szolgáló rendezvények, azaz bolhapiac helyszínéért, területi használatáért, illetve i. pont piaci tevékenységet folytató őstermelő, kistermelő számára helyi termelő piaci tevékenység folytatására, tehát hogy ingyenesé válhasson. Legalábbis, amíg ugye itt nincs egy kialakított rendes piac tér. És akkor a határvételi javaslat jön utána a határvételben. Tehát magyarán szólva ugye, hogy mind a helyi őstermelők, mondjad a politikai, a kistermelők, és hogy ugye ez a max, mit mondja, évente maximum 4 millióval a piac lenne, hogy azok térítésmentesek. Egyébként úgy, mint Momostoron használhassák ezt a egyelőre még nem piacférre alakított napsugárteret. Alapvetően a felék meg is válaszoltam, amikor szerettem volna kérdezni, hogy ez időtartamban mit jelent, akár alkalomszámban, akár óraszámban. Igen, kb. Megállásul felváltva, ugye, mert egy a PRK parkolóját, amelyik az önkormányzat rendelkezésre bocsátanak, tehát hogy ez egy ilyen váltott. A 24-es felhatalmazást ad bárkinek, hogy oda menjen és hogy helyre akarod. Nem, egyébként ez Kaba Olivia civil lakos kezdeményezte, ő is szervezte, és ő is csinálná. Ez egy ilyen alkalomszerűen. Így van. Egyik fele, itt már úgy, mint az ember. Világos, persze csak, hogy ez legyen kihangolni. Most termelő, kis termelők részére most is inkább. Most is inkább. Hát azt tudom, csak hogy ezek a kiegészítmények. Jelző azt, hogy szeretném mondani. A rendelet, mivel az én nem is ott szerepel, hogy ja. Megvizsgáltam ugye ja, az előterjesztés tetején. Nem tudtam, hogy egészen pontosan, hogy ez kell, hogy mondjam, hogy a rendeletet természetesen módosítani lehet, de azt akkor nem egy testületi határozattal, hanem akkor azt a rendelet módosításra kell egy előterjesztést készíteni, és azt mondjuk az egyik következő testületi ülésre tudjuk behozni. Jó, tehát a mostani... jó, akkor ez mondjuk egy felvezetés, vagy nem tudom. Igen, tehát most a testület arról dönthet, vagy azt javaslom, hogy arról döntsön, hogy akkor készítse el a hivatal a rendelet módosítását. Az Ági már mondott ezzel kapcsolatban egy tök, igen. Jó. Jó, akkor ezt így befogadta a testület, ugye? Akkor egy fogadásról köszönöm. És ez azt jelenti, hogy esetleg a következő testület kirel? Szerintem. Jó, akkor köszönöm. Egyelőre még valakinek. Elnézést, hogy még mindig tartottam. A megyeri fasorral kapcsolatban kaptam olyan megkeresést, ugye hogy az zárkok csurig vannak, tehát nem az, hanem bemegy a 31-nél is például, bemegy a kertbe, ibokáig állítólag a nagy esőzésnél, tehát most, ami volt. Én voltam ugye a megyerünk, mert ellenőriztük a kitűzéseket,
Amikor én ott voltam, akkor még valaki mondta, hogy neki is bent volt a kertjében, amíg éppen akkor így tele voltak, tehát ezek a nem mély vizé. Nyilván addig semmi probléma, de hogy mit tudunk ezzel? A műszaki ellenőrre kedden voltunk bejáráson, ugye a hétvégén, ami megcsináltak a Csillagtérnél levő aszfaltozást, azt én véleményeztem, hogy szerintem nem megfelelő módon készült el. Ezzel kapcsolatban megnéztük az árkokat is. A negyedik sor napsugártéri oldalán, ott a Tastányi úréknál, ugye ott van egy árok kialakítás, aminél látjuk, hogy negatív lejtés van, ami nem feltétlenül jó. Tehát ezek az árokpontok most már föl lettek mérve, pont az esőzés után, ugye, tehát ezekre kértük, hogy a kivitelező tegye meg azokat a lépéseket, tehát az út nincs átadva, műszaki átadás nem történt meg, mi is láttuk ezeket, mondtuk, hogy ahol a mélyebb rész van, akkor kicsit egy ügyzet mellé magasítással próbálják megoldani azt, hogy ugye elég intenzív 40 mm fölötti eső mennyiség volt, tehát nagy mennyiségű eső volt, próbálják ezeket kivédeni és nézzék meg, hogy ezek a tényleg a lakókat ne érintsék. Ennyit tudok most tenni. Tehát ezt leírja, ez a gyakorlatilag a építési naplóval rögzített módon történt meg, és ez a kivitelező felé jelezve is lett. Jó? Tehát ahogy most egy kicsit szárazabbra vált az idő, látni az Akácos utca kereszteződése nem történt meg, illetve véleményem szerint, ahogy én a műszaki elemet hallottam, a Csillagtér most leaszfaltozott részének egy része föl lesz marva, és újra kell, hogy aszfaltozzák, mert én azt láttam, hogy az én szememmel, hogy a nem volt szerintem elég meleg az aszfalt, és nem lettek megfelelő módon betöltve. Lehet látni a fény különbséget az úton, tehát a két különböző módon elkészített, tehát a Csillagtértől keletre és nyugatra levő szakasz, azok lehet látni, hogy teljesen másfajta tömörítéssel készültek. Tényleg, hogy bedöglött nekik a finisher, tehát az aszfalt húzódik, de ez nem adja azt, hogy ezt most így át szeretném venni. Legalábbis én biztos, hogy nem mondom, hogy visszakérdőnek a felelősségben. Akkor ezeknek a lakóknak válaszolhatom azt, hogy tulajdonképpen ezek egy-két héten belül megoldott. Ezt nem szólt, nem kell tenni. Jó, rendben. Már csak a 20-a volt, hogy ezt lehetne meghívni, tudom, hogy, de hogy ennek lehetne a hívet, és a kisbírón kívül mondjuk a tegyünkön, és ennyi. Hát semmi, csak a nagyobb. Jó. Ennyi. Rendben. Valakinek még egyet? Igen. Ezt szeretném kihozni, korábbi házi orvosom, dr. Kis András küldött egy e-mailt önöknek, nekem az a tisztel, hogy én ezt továbbítam. Jó? Ezt tületi tagoknak küldi. Mondhatom neked jó ideiget, mert vissza tudom adni. Jó, akkor köszönöm. Ez semmi, persze, ezzel nincsen semmi teendő, én most csak továbbítottam. Jó? Szeretném, hogy mindenki elolvassam. Jó, egyébként még valakinek. Köszönöm. Vissza egy kicsit a honlapra, ezzel a honlap, legyen a Facebookon, amit mondok. Lehetséges-e, hogy azon elérhetjük-e azon a honlal leendő honlapon, hanem a fiókban, a fiókban, ez a csoport? Egy ilyen FB oldalban, önkormányzati fiókban. Azt, hogy ott szerepeljenek azok a testületi jegyzőkönyvek, amik a kisbíró honlapján nem szerepelnek. Nem a kisbíró honlapján? Nem a kisbíró, az önkormányzat honlapján nem szerepelnek. Az önkormányzat honlapján az összes aláírt jegyzőkönyvek. Igen, hát kivéve a harmadik kavi, a negyedik kavi, az ötödik kavi, a júliusi, a azért nem, és volt egy rendkívüli augusztus 27-én, ami szintén nem szerint. Ezek nincsenek, ma direkt azért megnéztem, én végig szoktam őket olvasni. Akkor ez csak véletlen. Jó, ez egy volt? Nem. Március és június között nem volt testületi ülés. Augusztusig nem volt. Júliusban volt egy. Áprilisban sem volt? Nem. Nem volt a testület. Hát lehetséges. Jó, de augusztus 27-én biztosan volt. Most se szerepel. Akkor csak az nem szerepel. Hát szerintem több is nem szerepel, mert végignéztem a honlapot ma délelőtt.
Ha nem volt, akkor február és augusztus között nem volt, de ezt akkor én két. Hát akkor azt nem, az nem, nem szeretnék. De és akkor másik, ehhez kapcsolódó kérdés, hogy oda van írva, hogy a jegyzőkönyvnek elválaszthatatlan része, a, most nem tudom, a szabadságot mondani, azok se szerepelnek, de az évekről viszont soha nem szerepelnek. Az összes rendeletben van a holnapon. Legyen kedves utána nézni, jó? Hogy megmutatjuk, hát, hogy jó, hát elhiszem én, persze. De amikor a jegyzőkönyv végén oda van írva, hogy a jegyzőkönyv elválaszthatatlan része, nem tudom, hogy micsoda, elválaszthatatlan részképezés le is van tűzve, de nem a honlapon kell megjelentetni, de a rendeletet megtalálhatok a honlapon, a megfelelő helyen, bármelyiket meg tudom. Hát én ott találtam meg, akkor legyen olyan kedves a rendeletet körülnél keresni. Jó, megpróbálom másképp keresni. Köszönöm. Jó, még valami? Jelenleg talán szerintem azt keresed. Jó, hát nem, akkor köszönöm, hogy eljöttetek. Jöttetek, bezárom a testetől, és nekem jó egészséget kívánok, és köszönöm a együttműködést. Köszönjük. Köszönjük a megjelenést.